Harmadik lecke, mi a szeretet? Shalom lechem, haverim, haverot yekarim. Mindenkit üdvözlünk, kedves barátaink, nagyon boldogok vagyunk, hogy együtt vagyunk még egyszer. És ez a harmadik kabala leckénk ebben a szemeszterben. Hello, Tal! Először a hölgyeket kell köszönteni, és szervusz, Mose! És valóban arra kérünk benneteket, hogy emlékezzetek arra, hogy a leckének a sikere az attól függ, hogy ti mennyire vagytok dinamikusak, mennyire vesztek részt a kérdésekben, amiket elküldtök nekünk. Minden nyitott, Tál az itt van, nyitva van a kérdéseitekre, készen áll, és annyi kérdést kérdezzetek, amennyit csak akartok, és amennyit tudunk a lecke során, mi próbálunk válaszolni, és a lecke végén pedig megpróbálunk még több kérdésre válaszolni, és akkor kezdjük el, mondja Mose. Kezdjük el. Ugye volt egy feladatunk utolsó alkalommal, amit adtunk, és a Facebook csoportokon is kiraktuk ezt. Egész Európában mindenféle nyelveken ezek kikerültek a csoport oldalakra, és ez a gyakorlat, emlékeztek rá, hogy a vágyam, mi történik, hogy a különböző tévéreklámok befolyásolnak engem, és amit azt is kértek, hogy írjátok le a gondolataikat arról, hogy mi a szeretet, mit gondoltok a szeretetről. És mi az, ami mozgat engem, ugye erről szólt ez a két feladat. Nagyon sokan nagyon érdekes dolgokat találtatok meg önmagatokban is, és a szeretetről is érdekes dolgokat írtatok. És most együtt megvizsgáljuk ezt, hogy hogyan tudunk egy környezetet teremteni, amelyik ezt garantálja, szeretett befolyáson bennünket, a gondolatainkat, a vágyainkat, az érzelmeinket. Tehát, akkor foglaljuk össze az előző leckét, miről beszéltünk. Ugye mi beszéltünk arról a lehetőségről, hogy hogyan tudunk az életben örömet szerezni, mi az életnek a célja. Mi láttuk, hogy gyakorlatilag ez a teremtésnek is a célja, mi a mi életünknek a célja, és akkor itt egy kis probléma adódott a teremtővel való kapcsolatban. Az első probléma, ha emlékeztek rá, hogy a teremtmény, amely csak egy tiszta hiány, így lett megteremtve, hogyan lehet olyan, mint a teremtő? Tehát hogyan tudok én eljutni abba az állapotba, ami a teremtővel összetapadást teszi lehetővé, hiszen én teljesen ellentétes vagyok vele. Másrészt pedig hogyan tudom kitölteni önmagamat egy végtelen bőséggel, egy végtelen erejű boldogsággal. És nyilvánvalóan ez volt a saját vágya is a teremtőnek, hiszen a teremtő ki akarja tölteni az emberi vágyakat, és ez volt a teremtésnek a célja. Erről beszéltünk, hogy a teremtő az a teremtmény számára két erőt fejlesztett ki, a megszerzésnek az erejét, amely a teremtménynek a vágyában nyilvánul, meg a természetében, és az adakozásnak az ereje, amely a teremtőnek a minősége. Azaz, ez a teremtménynek a célja, és ez nagyon fontos a teremtmény számára, hogy ezt a két erőt képes legyen különböző vizsgálatokra felhasználni, hogy valami újat hozzon létre önmagában, egy új tudatosságot, és ez az egész teremtésnek a célja, mivel ebben a pontban képesek vagyunk formegyezésbe, teljes egészében formegyezésbe lépni a teremtővel, bocsánat. Tehát akkor ugye itt ezt majd ki fogjuk fejteni ebben a leckében, és a következő leckéken is még jobban ezt az összetapadást, de most az emberi fejlődésre kell tekintenünk, és nagyon világosan kell látnunk azt az irányultságot, hogy az egyénnek milyen képességei és lehetőségei vannak, hogy a saját egója fölé kerüljön valamilyen módon. Tehát a fejlődésnek a része az a kölcsönös kapcsolat, a kölcsönös függőség egymás között, és az a képességünk, amely nagyon meghatározott, nagyon limitált, hogy hogyan tudunk mi függetlenül dolgozni, hiszen mi össze vagyunk kapcsolódva a természettel, és ez az a fajta, ez az ellentmondás a két irányultság között, amely egyre erőteljesebbé válik az emberi történelem során, és egy hatalmas szakadékot okoz majd a végén, amit látunk ma, ezt hívjuk válságnak. Tehát ezt meg kell valamilyen módon oldanunk, és a kabala bölcsessége pont ezt ajánlja fel, az előző leckén is pontosan ez történik. Tehát a képességünk, hogy a boldogság után és a megelégedettség mellett nyilvánvalóan a történelem során hogyan tudunk eljutni az ego fejlődés, és mellette pedig hogyan tudunk eljutni abba a körbe,
hogy a kölcsönös függőségünk, amelyet feltárunk, amely létezik közöttünk, amiről még nem is tudjuk, hogy hogyan működik, mert a kabala bölcsessége az ugye mindenféle irányban megpróbálja ezt a problémát megoldani. Tehát, hogyha használni tudjuk a kapcsolatot, és nyilván a kapcsolatot úgy kell felhasználni, hogy ez ne okozzon senkinek semmilyen problémát, tehát egy hatalmas forrása a boldogságnak a teremtő, tehát nekünk önmagunkban kell, tehát nyilvánvalóan egyfelől van a hiány, másfelől pedig a kitöltésnek az ereje, tehát a kitöltés az mindenféle módon, szinte hihetetlen módon történik meg, és ez összefügg a kapcsolat rendszerével, amit mi kiépítünk egymás között, ami feltárul köztünk. Tehát nekünk fel kell fedeznünk a kapcsolatot, és hogy erről majd beszélni akarunk ugye a következő leckén, tehát hogyha mi az egységről beszélünk, a kapcsolatról egymás között, amely a forrása minden örömnek, akkor meg kell, hogy értsük, hogy mi a kapcsolat, más szóval, hogy mi a szeretet, akkor nézzük meg egy rövid klippet, és mindjárt visszatérünk, és megbeszéljük ezt. Az igaz szeretet. Tehát mi a szeretet? Wow! Hirtelen mindenki elhallgatott. Tehát kutatjuk akkor, mindenki kutat magában, hogy mi a szeretet. Mindenki kutatja, hogy mi a szeretet, mondja Mose. Nem egyszerű. Tehát próbáljunk meg választ kapni erre a kérdésre. A hét során milyen válaszokat kaptunk? Hát most sem megnézte a Facebookot, és jó néhány választ kaptunk. Nagyon különböző válaszokat, nagyon elterő válaszokat, de valóban ez igaz, hogy a koncepció a szeretetnek mindenkit foglalkoztat. Mi mindig azt keressük, mindig azt kutatjuk, mindig arra vágyunk. Nagyon sok dal van a szeretetről, nagyon sok tragédia és egyéb dolog szól a szeretetről, és általánosságban az, hogy én szeretlek, tehát, hogy mi az, amit szeretek, szeretem inni, szeretek valamilyen európai ételt, szeretek valamilyen bort, én szeretem a feleségemet. Engem szeretsz? Én is szeretem a feleségemet, mondja neki, amit. És a gyerekeimet is szeretem. Én szeretek bizonyos hirdetéseket. Tehát a kérdés az, hogy mi a szeretet? Tehát amit majd mond erről néhány szót mindjárt, mert ő egy csodálatos sorozatot csinált a tévében a szeretetről, és a legfontosabb üzenete a kapcsolat, a szeretetnek a kapcsolat, és nézzétek meg, hogy mi a szeretet. Ő megkérdezte gyerekeket, hogy mi a szeretet, és nézzétek meg akkor most ezt a klippet. אבא אני צריך לדעת שאתה אוהב אותי ככה סתם אבא טוב אבא אני רוצה לחזור אליי למצוא אותך שם איתי במקור שלי אני טוב גמור אבא ושם אני מאמין בעצמי אז ביבו, מה אתה אומר? אתה יאב, הוא אוהב את הדגים? הוא אוהב אותם במאכל אבל הוא לא אוהב אותם בלב Tehát ez volt a klip, amit Izraelben, egy 6 hónapos karavánutat tettünk Izraelben, és megpróbáltuk felfedezni a szeretetet egymás között. És ez volt az a pillanat, amikor megkérdeztem a gyerekemet, kis horgászember, te szeretsz horgászni? Ez egy klasszikus kérdés egy gyerekre, gyerek irányába is,
És nem voltam túl meglepve, hiszen a gyerekek, akik felnőttek és ugyanazon az úton mennek, mint én, és akkor ő egy belső bölcsességgel válaszolt, hogy a kabala egyik legnagyobb bölcsessége és előnye, hogy a gyermekek, akiket a fény útján nevelünk fel, azok úgy nézik a világot, olyan természetességgel nézik, annyira egyszerű, tiszta módon tekintenek a világra, és minden dologra úgy tekintenek, hogy azzal a módszerrel tekintenek, amivel a kabbalisták. Én szeretem a halat, és szeretem megenni őt, de ez nem az igazi szeretet. Mert a szeretet, amiről mi beszélünk, mondta a fiam, az nem arról szól, hogy szeretjük a halat, hanem a szeretet, és én is valóban szeretem a gyerekemet, ezt láthattátok, ez nagyon édes ez a kisfiú, de a szeretet az valahol belül egy nagyon is beszorított keretben van, ahogy mi azt használjuk, és mi ez a megszerzési vágyunkon belül van, és ezt a szeretetet a kabbalisták, ez egy nagyon édes történet, amit emlékeztetett most, és Rav Lightman, aki ennek az iskolának a vezetője, egyik reggel oda ment a lányához, és ott volt egy egész nagy hal, és kérdezte a halat, szereted a halat? És a lány azt mondta, hogy ha szereted a halat, mondta neki, akkor itt van, vidd haza a halat, és csókold meg. És mondta a kislány, hogy nem, miért csókolnám meg? Hát ha szereted a halat, akkor puszíld meg. Oké, de hát én azért szerettem, mert jó az íze. Oké, de akkor mire utal ez a mondat, hogy valójában a valóságban a megszerzési vágyunk mondat mindent, az egész valóságunkat a megszerzési vágyunkon keresztül érzékeljük. Mi mindent akarunk, mindent be akarunk önmagunkba olvasztani, és Rabasnak volt erre egy mondása, mivel az ember az önszeretet vágyával lett megteremtve, képtelen meglátni, hogy minden cselekedete önző, és hogy ezen kívül egy mozdulatra sincs motivációja az embernek. Az önszeretet lenullázása nélkül lehetetlen elérni a dvekutot, az összekapcsolódás a teremtővel, azaz a formaegyezést. És ahogy az előző leckén is már beszéltünk róla, végső soron, mi egyszerűen egyetlen edény vagyunk, egy vágy vagyunk, egy vágy mire, mit akar ez a vágy? Megszerezni, kitöltést megszerezni a fény által. Tehát mi szeretnénk megszerezni a fényt és az örömöt, és ez az, amit meg akarunk szerezni. És ez egy nagyon egyszerű formula, maximális öröm, minimális erőfeszítéssel, ez az, ahogy ez felépül, és ez az, ahogy a fiziológiában, a biológiában ennek működnie kell, tehát látnunk kell a gyerekeken, tehát ha valaki rátekint gyerekekre, akkor láthatja, hogy a minimális öröm, mi az, amiben a gyerek felnő, nyilvánvalóan egyre több örömet akar a gyerek, ez nagyon izgalmas látni. Hogy a maximális örömöt kell felfedezni, tehát amikor az ember lefekszik a tévé előtt, és eléri, mindenféle adásokat figyel, és közben eszi a krumplit, ez nyilván a maximális örömet adja meg, a maximális megelégedettséget, ilyenek vagyunk, mi így működünk. Tehát ez az, ami most van ugye a világbajnokság Brazíliában, akkor mit jelent a szeretet? Mit ad a szeretet nekünk? Tehát, ugye, amit például mit szeret? A kávét szereti. Tehát egy pohár kávét, ugye? Ez az, amit szeret. Én pedig szeretem a... Nem akarom mondani, hogy melyik márkát. Tehát mi az, nézzük meg, hogy mi az, ami a legnagyobb örömet adja nekem. Tehát amikor valamit, valakit teljes mértékben szeretünk,
Tehát mi aztán valamikor valakit már nem szeretünk egyik pillanatra a másikra valami miatt. Tehát ez ilyen a mi szoftverünk, így működik a pillanatnyi vágyunk, tehát én azt szeretem, ami kitölt engem, ami nekem örömet ad. Ez egy nagyon is fontos, dedikált pont itt, amit nekünk, amire nekünk figyelmet kell fordítanunk, és meg kell értenünk, hogy ennek a behatároltságnak mi a vége, mert a szeretet, amit megtapasztalunk, az összes öröm, amit megtapasztalunk, az a megszerzési vágyunkban nyilvánul meg, és nyilvánvalóan van valami rossz ebben, tehát ez ilyen a természetünk. És belül, itt a természetünkön belül egy olyan fajta megértési szintet kell elérnünk, hogy mi valóban be vagyunk szorítva, nagyon be vagyunk szorítva, egy csomó határunk, csomó határ közé vagyunk beszorítva, lényegtelen, hogy milyen fajta szeretetről beszélünk, egy bizonyos pont után a szeretet elillan, főleg az egoista szeretet, és mindenféle módon megváltozik, formát változ a szeretet, és nekünk dolgozni kell azon, hogy ez ne történjen meg. Tehát van egy pont, ahol meg kell értenünk, hogy minden behatárolt, és a szeretetnek ez a története, az tényleg erősen be van szorítva, és sok probléma jelenik itt meg a megszerzési vágyban. A legnagyobb probléma, mondja Mose, hogyha én szeretek, tehát nézzük meg újra a rajzot, tehát ha én csak ezt a dolgot, vagy azt a dolgot szeretem, ez ad nekem örömet, akkor nyilván ez valamilyen fajta kapcsolatba hoz engem azzal, amit szeretek. Tehát rajzoljuk ezt akkor egy szívvel, amit én szeretek, és akkor ezt a dolgot érzékelem, mert ez valamilyen előnyt hoz nekem, és rajtam kívül van, akkor mit jelent az, hogy rajtam kívül van? Kívül van az én önzésemen, ugye ez az, ami kívül van rajtam. Tehát ez az önszeretet, ugye, amiről szó van itt. Tehát ami kívül van az önszeretemen, ott nem tudok érezni semmit, mert be van limitálva az érzékelésem egyáltalán. Tehát, hogyha én, mint egy teremtett lény, elérek egy bizonyos fajta kapcsolatot az adakozással, ez a legmagasabb minőség, és ez a... nekem nincs egy ilyen fajta kapcsolatom most. Miért? Azért, mert én csak azt érzékelem, amit tudok tőle kapni. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak. Az én fiam, aki 2 éves, Jákob, ő még mindig cumizik, és ugye, tehát mit jelent az édesanyja az ő számára? Mindenféle érzelemmel együtt is a kapcsolatát jelenti. Ugye ez a kapcsolat valójában a kettőjük között. A kettőjük között egyébként az édesanyjának a melle, amiből a tejet kapja. Tehát, és az én oldalamról pedig, aki minden érzelmével a gyerek felé fordul, aki az egész életét odaadná, teljesen másképp éli meg ezt a szeretetet. Tehát az egyetlen dolog, amit mondhatunk erről, hogy mi valóban állandóan be vagyunk limitálva, és a képességünk a szeretet érzékelésében van limitálva. A megszerzési vágyunk miatt. Tának közben van egy kérdése valahonnan. Oké, fiúk. Tehát most adok egy képet a szeretetről. Azonban nagyon sok ember, nagyon sok helyről visszaigazoló akar tőletek kérdéseket kérdezni. Tehát például John Angliából kérdezi, hogy mi a különbség egy öröm között, amit mi fizikai örömnek nevezünk, tehát képzeljünk el egy kávét, és a spirituális öröm között. Mi a különbség? A különbség, erről már beszéltünk, ez egy minőségi különbség, sokkal inkább, mint mennyiségi. Tehát mi érezzük a spirituális örömöt, különböző módon érezzük ezt, különböző edényekben. Tehát mi a formajegyzést próbáljuk meg alkalmazni, erre majd hamarosan beszélni fogunk, de alapvetően van egy pont, ami nem is létezett még bennem, ez csak úgy tűnik, mintha bennem létezne, ez a szívben lévő pont, amihez tovább fejlesztjük ezt a pontot, mikor ez fölébred, akkor egy valódi edényt hozunk létre, amely az adakozásnak az edénye lesz, nem a megszerzésnek az edénye, hanem egy olyan fajta edény, amire képes leszek végtelen, behatáratlan valóságot érezni, ami kívül áll rajtam, az egyetlen valóságot, ami kívül áll rajtam, és az az öröm, ami rajtam áramlik keresztül, amely szükségszerűen
eljutott bennünket egy ponthoz. Ez mindegy, hogy ez kávé, vagy egy nő. Tehát minden ebben a világban, ami örömet okoz nekem, az át kell, hogy áramoljon rajtam, és ha ez végtelen mennyiségű, ez egy végtelen erősségű edény kell. De közben kaptam egy kávét, itt mondja Mose. Tehát abban a pillanatban, amikor én megiszom, én rögtön érzem, hogy nem akarok többet kapni, hogy erről beszéltünk a legutóbbi leckén. Miért? Azért, mert erről beszélgettünk az előző leckén, hogy az öröm és az hiánynak a kitöltése, az a kettő összetalálkozik, azonnal kioltja egymást, és akkor a kitöltésnek a lényege, amely kívül áll rajtam, nyilván ez az édesanyának a példája, amiről beszéltünk, hiszen az anya mindent az akar adni a gyereknek, ami csak lehet, hiszen ez a lehetősége, hogy végtelen kitöltést adjon a gyereknek, azonban a gyerek nyilvánvalóan csak a saját megszerzési vágyának megfelelően tud elfogadni az anyától. Kérdés. Tehát hogy akkor megbeszéljük, hogy mi a szeretet igazán? Tehát annak megfelelően, hogy én változom, változik a szeretet fogalmam? Igen, mondja Mose, ezt mondja, a leckék választ adnak erre. Tehát ez a fajta transformáció, amin mi keresztül megyünk együtt, ilyen módon látnunk kell, hogy milyennek a változásnak a természete, minek kell történnie, hogyan tudjuk mi kontrollálni, ellenőrizni ezt a folyamatot, és ez a lényege a kabala bölcseletének. Én azt gondolom, hogy itt nincsen másról szó, mondja Amit, mint a legizgalmasabb dologról az életünkben, hiszen ez a változásnak az koncepciója, ez egészen elképesztő lehetőséget tartok. Hát nézzétek meg a gyerekeket! Minden pillanatban, minden másodpercben változnak, és ahogy öregszünk, ez egyre lassúbb lesz a változás sebessége. Tehát ahogy felnövekszünk, mi felveszünk a mintázat az a családnak, a szokásainkban, a munkahelyünknek, és az összes problémánkban, a változás kezelésünkben elkezdünk félni. Azért, mert a növekedés során meg kell, hogy értsük, hogy a változások azok a harmóniában vannak a környezetünkkel, vagy nem. És nyilvánvalóan meg kell, hogy tanulnunk, hogy a változások nem törik el az életünket, a változások szükségszerűek, különböző életformákban, különböző beöltözésben jelennek meg változások, tehát nyilvánvalóan a változások során inkább azt kell éreznünk, hogy a belső változáson megyünk keresztül, egy hozzáállás változáson megyünk keresztül, és ilyen módon lehet, hogy kívül nem látszik rajtunk semmi, de belül én felnyílok, mint egy virág, virágba borulok, mint egy rózsa, és akkor megláthatjuk, hogy micsoda hatalmas világ nyílik ki bennünk, de csak bennünk tud ez kinyílni. Ekkor egy másik kérdés, mivel sok országból kapunk kérdéseket, egy francia barátunk kérdezi, hogy a szeretet az egy természetes dolog, vagy egy kulturális dolog? Hát az, hogy a természetes dolog, vagy nem, vagy pedig egy kulturális dolog, hát milyen kultúrából Martelle? Ez a neve annak, hogy kérdezi. Nem tudom, hogy ejtik, mondja Mose pontosan. De Mr. vagy Mrs. Martel, nyilván ez nem tudjuk, hogy maga milyen kultúrából érkezett, de nekünk úgy tűnik néha, hogy ezek az érzéseink függetlenek, és le vannak válva a természet törvényeitől. Azonban látunk el, hogy van egy alaptermészetünk, a megszerzési vágy, és ez határozza meg alapvetően minden, amit el tudunk képzelni, amin gondolkodni tudunk, azokat a mintákat, és minden egyetlen dologból árad ki a természetünkből, az alapvető természetünkből, és a mi természetünk, mint teremtménynek, ahogy ezt mondtuk, maguk is, amit most rám néznek itt a képernyőn keresztül, mi nem beszéltünk kultúrától, hiszen anélkül, hogy ne beszélnénk arról, kik vagyunk mi. Nem tudunk önmagunkról leválni. A kultúra az nyilvánvalóan az nem független egyetlen elementumtól, nem is elemeitől sem a körülvevő erőknek. Ugye? És nyilvánvalóan a környezetünk ad egy második természetet nekünk, mert az alapvető természetünk megszerző, és ilyen módon a kapcsolat másokkal az egy kulturális közeget ad, amely teljes egészen megfordíthatja az én természetemet. Így lehet meg egyébként, ha jó környezetet választunk, a megszerzési vágy mellett az adakozási vágy, és ilyen módon kezdhetünk el egy újfajta kultúrát teremteni magunk körül.
Tehát itt valami teljesen új is megformálódhat, ha jó környezetet építünk. De a franciák azok ismerik a kultúrát, mondja Moshe, és de így együtt majd egy megfelelő környezetet tudunk teremteni egy új kultúra befogadására. Iliana kérdezi Argentinából, hogyha én szeretek valakit, ez azért van, mert nekem szükségem van valamire tőle. Ez pontosan az a kérdés, amire téged kérlek meg, amit, hogy válaszolj. De pontosan erre kérlek meg téged. Mi beszéltünk, mi mindig beszélünk az anyákról, és a forgatunk barátunk azt kérdezi, hogy érezhetik. Tehát, mert az anyai szeretet ugye az a spiritualitásnak az a spiritualitás tartozik. Ez az előző kérdéshez is kapcsolódik, mondja, amit. Tehát lényegtelen, hogy hogy nézzük ezt a dolgot. Ha mi azt nézzük, hogy a kabbalisták mit mondtak a spirituális elérésről, a természetről, akkor látnunk kell, hogy az egyetlen dolog az a szeretet, ami a világot kitölti, és minden más érzelmünk, amink van, az szükségszerűen belül, a megszerzési vágyunkon belül jelenik meg. Nincs másunk, mint a megszerzési vágy, és ilyen módon, amilyen mi a megszerzési vágyunkban élünk, azon belül létezünk, és a cél az az, hogy fölemelkedjünk a megszerzési vágynak, és hogy érezzük, hogy egyek vagyunk, érezzük a forrást, és ezért... És az anyák és a gyerekek, nyilvánvalóan én szeretem a saját gyerekemet, és mindent, ami az életben engem körülvesz, és szükségszerűen egyfajta szeretet alakul ki, amiről én azt gondolom, hogy ez a szeretet, de ezzel mögött mindig az önzés van, még akkor is, ha nem hinném, hogy ez, mert én örömet kapok ebből, de ez helyes egyébként, ez így lett természetes módon kitalálva. Tehát a természet ilyen módon öltöztet fel engem, és az anya is ilyen módon fordul a gyerekéhez először, mert hatalmas örömet ad neki az, hogy a gyerekéről gondoskodhat, de ez az állati szinten is így nyilvánul meg, az állat védi a gyermekét, mert a fajnak alapvetően az érdeke ez, és ilyen módon lettünk megteremtve. Moshe, nyilvánvalóan az emberek a világban, ők vannak altruista emberek is, hiszen válaszolom beszél erről, hogy 10% az embereknek alapvetően adakozó. Mi van akkor? Mi van az ő szeretetükkel? Ők állandóan segítenek akarnak másoknak, állandóan adakoznak akarnak, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mondja Moshe, mert az ő érzékelésükben valóban megjelenik az, hogy ők adakozni akarnak. Nem túl sokan vannak ezek, mondja, de... A szándék a lényeg, hogy mi a végső pont, mire irányul a végső szándékpontom, és az én szándékom az az, hogy engem ez kitölt, és ez egy nagyon érdekes probléma, amiről most nem akarok nagyon mélyen beszélni, mert Izraelben mindenki igaz ember akar lenni, például ez egy nagyon érdekes dolog, és ezért... Valóban egy csomó ember adakozik a szegény gyerekeknek itt Tel Aviv környékén is, és különböző éttermeket nyitottak szegény gyerekeknek, és hirtelen emberek elkezdtek pénzt adni erre egész Izrael szerte, hogy, tehát mindenféle dolgokat küldtek, ugye egy a pita és a falafel, amik nagyon izgalmas és híres izraeli ételek, ezek hirtelen mindenki kegyelmesnek akart látszani. Miért? Tehetjük fel a kérdést. Hát mi jön ebből ki? És kiderül, ha ezt nagyon pontosan megvizsgáljuk, hogy van egy mechanizmus e mögött, és ha felfedezzük ezt a mechanizmust, ez a tükörben látom magam, nyilván az olaszoknak van egy kifejezése, erre ezt mondta el most olaszul Moshe, hogyha valami, tehát az, hogy... Tehát, hogyha én ránézek egy szegény emberre, akkor tükörben letükrözöm, hogy mi lenne, hogyha én velem történne mindez, és annyira elutasítom ezt az érzést, hogy inkább adakozni akarok a szegénynek. Tehát ez is egyfajta szenvedést okoz nekem, az a helyzet, hogy én azonosítom magam azzal a helyzettel, amit magam előtt látok, a nyomorral, és először ugye az jelenik meg az ember, hogy elutasítja, nem is akarom látni, tehát adjon valakinek egy kenyeret, és vigyék innen, hogy ne is érezzem azt, hogy ő mennyire nyomorult. Most azonban másképp kell kezdenünk cselekedni, azért, mert most már annyira kapcsolatban vagyunk egymással, hogy nem lehet elküldeni a szegény embert. Tehát igazán teljes mértékben
altruista, adakozó, föltetjük a kérdést, hogy mi itt a cél. Most azt kell, hogy mondjuk, hogy a megszerzési vágyunk miatt, még ha adakozunk is, valójában megszerzők vagyunk. Tehát, ha mi a szeretetről beszélünk a mi életünkben, akkor nem hihetjük többé, hogy jön valaki, és akkor hatalmas beszédeket tart, és azt mondja, hogy szeretlek benneteket, én a nemzetemet akarom szolgálni. Hát ismerjük ezt mindannyian, hogy kiállnak politikusok, és közben teljesen más vágyak vannak emögött. Tehát a szeretetnek ez a fogalma, ez a koncepciója, az gyakorlatilag csődöt mondott, és az emberek hatalmas kutatásban vannak, hogy a következő szintre tudják magukat emelni, szeretnek egy következő szintre tudják magukat emelni. Én azt gondolom, hogy ez az a pont, amit nekünk tisztázni kell, hogy hogyan tudjuk mégis elérni az igazi szeretetet, hogyan tudjuk alkalmazni az szeretetet, és a kabaristák meg hogy irányítanak arra a helyre bennünket, ahol az igazi szeretet elérhetjük. Én kérdést akarok kérdezni, amely Lengyelországból érkezett, pontosan arról, amiről most beszéltek, ez a szeretetnek a kérdése. Ez annyira fontos, mivel az altruista minőség az a legmagasztosabb minőség, és akkor ez a maga szeretet? Ez nem világos a kérdés, mondja Mose. Miért annyira fontos a szeretet? Ez a legnagyobb altruista minőség, adakozó minőség? Igen, de, mondja Mose. Ahogy Mose elmagyarázta, és hogy a kabbalisták is elmagyaráznak a számunkra, a mi különböző koncepciókra kell, hogy beszéljünk. Általánosságban a kabbala bölcselete, amiről szó van, az első leckén már megbeszéltük ezt, fokozatosan a bölcsességen keresztül a kabbalisták elmagyarázzák a számunkra, hogy tulajdonképpen felfedezzük, hogy a tanuláson keresztül lassanként nyílik föl az érzelmeinkben, az értelmünkben, a megértésünkben, abban az érzékesben magamat látom, hogy a világot látom. Lassan kezdjük el karakterizálni azokat, hogy az életet másképp kell felfognunk. A definíciók kezdenek el megváltozni. Tehát ez először a szeretetről ezt gondolom, és így fogalmazom meg, aztán majd lassan ez megváltozik és megfordul. A szeretet valóban a legmagasztosabb érzés, ez a legtisztább, legletisztultabb adakozó tulajdonsága, amiről ugye mindenki törekszik, mindenki beszél erről, az egész emberiség erre felé haladna, azonban annak érdekében, hogy ezt alkalmazni tudjuk, ahhoz valóban ezeket az elveket, ezekhez, hogy ezt elérjük, nekünk a természettörvénynek alapvetéseit kell megértenünk és alkalmaznunk. Tehát akkor Lengyelországból a kérdésre azt tudjuk válaszolni, hogy jöjjön, tanulja meg velünk, hogy honnan áramlik ki a szeretete, a szeretet, hol van a szeretnek a gyökere, és hogyan érhetjük azt el, és hogyan váltunk vele formaegyezésbe. Tehát, akkor olvassuk el azt, ami megjelent előttünk, és még egyszer olvassuk el, mondja Mose. És álljunk meg egy pillanatra, hogy mit jelent az, hogy szeretet, minden érzelem, hogy bennünk van, akár az, hogy mérgesek vagyunk, haragszunk valakire. Vizsgáljuk ezeket meg, mert a kabbalista bölcsességben csak az igazságot próbáljuk meg tanulmányozni. Tehát majd a végén adunk egy újabb vizsgálatot, hogy a házi feladatnak, azonban emlékezünk vissza, mi volt a házi feladat a második leckén, hogy mi a szeretet, és nyilvánvalóan, amit a kabbalisták elmondtak, az mindig arra vonatkozik, hogy az embernek az oldaláról minek kell megjelennie. Mivel az ember azokkal az edényekkel lett megteremtve, amit önszeretetnek hívunk, ezért az ember örökké az önmaga megszerzésére irányul, és az emberben nincsen semmilyen motiváció, még a legkisebb mozdulatra sem, anélkül, hogy ne nullázná le az önszeretetét, enélkül lehetetlen lesz összetapadni a teremtővel, azaz a formaegyezés a teremtővel. Tehát minden egyes leckén térjünk vissza a gyökerekhez, és mindenkit kérdezzük meg, hogy hogyan lehetséges egyáltalán beszélni a szeretetről, mint mi teljesen másfajták vagyunk. Mert beszélhet a szeretet ilyen vagy olyan módon megnyilvánult az ember életében, de hogy hogyan tudjuk a szeretet mérni, hogyan tudjuk megvizsgálni, hogy a szeretet megfordult-e bennünk. Nyilván a kabbalisták azok felfedeztek egy végtelen valóságot az előadás során,
és nyilván ott meglátták az egésznek a célját, az abszolút jóságot. Ez a teremtős gondolatával befoglalt teremtő. Ez az a hely, ahol mi, mint teremtett lények, felfedezhetjük a teremtésnek az alapgondolatát, az enyszofot, a végtelen világot, a ketert, a gyökeret, a sorest, ahogy héberül mondják. De nagyon sok neve van ennek. A Kabbala bölcsessége nagyon sok névvel illeti ezt a egyébként meg elnevezetlen helyet, és valójában egyetlen cselekedet van, mert ez a gyökér egyetlen hatalmas erejű forrás, aminek a lényege az csak a bőség és a jóság, és a kabbalisták ezzel a lényeggel akarnak bennünket összekapcsolni, és ez az a dolog, ahogy nekünk, ahogy mi megmérjük ezt a pontot, ahogy ezt most elmondtam, az előző leckékben a viszonyunkat mérjük ez a ponthoz állandóan, tehát elkezdjük valójában látni a teremtésnek a fejlődését, ha ezt meg tudjuk tenni, mert mi teremtett lények vagyunk, melyek az anyagban megteremtődtünk, amely megszerzési vágy, ugye ez a kli jele, ahogy ide le van rajzolva. Ezek ellentétesek vagyunk, mi egy negatív erőt képviselünk a pozitív adakozó erővel szemben, és ugyanaz a bőség, amely kiáradt a gyökérből, ugyanaz a hatalmas bőség hordozza a teljes teremtési erőt is, és az a két erő, a megszerzés és az adakozás, tehát a Kabbala és a Haspa héberül, ezek azok az erők, amelyek egyáltalán léteznek a természetben, nem is létezik több, és ezek kezdik el fejleszteni a teljes teremtést, az összes szintjét, az ásványitól, növényitől, állatitól és a beszélő szintig, ami az embernek az első megjelenése. Tehát a célja ennek, mondjam Mose, hogy különböző szinteket rajzoltak ide, hiszen a megszerzési vágyon belül szintek vannak, azonban a cél egyetlen egy, hogy a viszonyon keresztül, amit a forráson elérek, azaz a megszerzés, amely az én alapvető természetem, és az adakozás, amely a teremtőnek a természete, nyilvánvalóan a kettő közötti kapcsolat, ami gyakorlatilag az én hiányomnak a kitöltésében nyilvánul meg, hiszen a teremtő nem akar semmi más, mint kitölteni a teremtményt, de nem ilyen egyszerűen, hogy megteremtette a hiányt, és ki akarja tölteni, hanem ezzel a két erő segítségével szeretné, hogyha a teremtmény valami új formát is megszerezne, fölé emelkedne a megszerzésének, és elkezdené kifejleszteni a viszonyt a teremtővel, mégpedig a szinteken keresztül, 125 szinten keresztül, egészen addig, amíg el nem éri a teljes összetapadás a teremtővel. Azaz, amíg olyanná nem válik, mint a teremtő. Ez azt jelenti, hogy teljes dvekutban, összetapadásban vannak, azaz az embernek a jövendőbeli énje, az maga a teremtő lesz. És ilyen módon a teremtő keresztül megy a világok teremtmény keresztül megy a világok rendszerén, átlép egyik rendszerből a másikba. Itt van egy elvágó vonal, ezt majd megtanuljuk, hogy mi a tabúr, ez a héberül a köldök vonala, a spiritus párcufon belül. Tehát itt ez ketté van osztva, erről majd tanulni fognak azok, akik folytatják a tanulmányokat a Kabbalában. De lényeg, hogy ez a határvonal felett van az adakozási edények világa, alul pedig a megszerzési edények világa, és ilyen módon a felső edények rendszere, ami a teremtő-ami kapcsolat alapján az alacsonyabb rendű edényeket irányítják, hogy a rendszerben az ember fel tudjon emelkedni a megszerzésből az adakozás irányába egészen addig, amíg a végső szintet eléri, és össze nem kapcsolódik a teremtővel, és ez a maximális, amit elérhető, míg olyanná nem válik, mint a teremtő. És itt van egy másik fajta rendszer. És itt van egy másik fajta rendszer, ami el van rejtve az ember elől, mert itt fönt, a vonal fölött abszolút kapcsolatban vagyunk a fénnyel, és itt alul pedig én önmagamat érzékelem, a saját megszerzési vágyamat. Én most az itt létezik alul, a piros vonal alatt, az az egoista nevem és az egoista létezésem, és itt töltődök én ki a saját kis megszerzési dolgaimba. És ugye nekem valójában nincs is kapcsolatom a többi emberrel, hiszen a cél az, hogy én is elkezdjem kifejleszteni a szeretett törvényeinek az irányítását, amelyek a felső edényekből származnak a piros vonalon felülről. Na, akkor jelezzük itt sárgával, mondja, amit. Megszakíthatom, amit csináltok egy kérdéssel? Kérdezi a hölgy? Igen. Itt van egy olasz név, amit nem tudok kimondani, mondja a hölgy.
a teremtő nekem nem adta meg ezt, tehát én nem tudom, a nyelven nem tud oda fordulni, hogy kimondjam ezeket a neveket. Tehát akkor mondjam most, hogy hogyan tudok én valakit szeretni? Hogyan tudok akkor én valakit szeretni, hogyha ez a probléma van, amit ti elmondtatok? Ez egy nagyon jó kérdés, mondjam most. Tehát adjatok neki még egy másodpercet, akkor megpróbáljuk elmagyarázni ezt, hogy lehet mégis egy a szeretethez. Marcello. Marcello, na ezen kimondta a hölgy, hogy Marcellónak nevezik, vagy Marcellának, hogy ez most nem dölt még el. Oké, valahogy így mondja Mose, ő nagyon beszél róla, szóval hozzáteszem. Tehát a teremtett lény, Mose, vagy John, vagy bárki, az ott van lent alul a rendszerben, a piros vonal alatt, az elrejtésben van az összes felső szint, sőt az összes szint elrejtésben van a legalsó szinten, és mi olyan törvények alatt, alá vagyunk vetve, amit a természet törvényeinek nevezünk. Ha emlékeztek a gyökerek és az ágazatok rendszerén, amiről beszéltünk, mi volt az alapvető törvény, hogy amit én alapvetően nagyon világosan megmondhatjuk, hogy minden a gyökerekből árad ki. Tehát ha két erőnk van ott fönt, ott a piros pötty mutatja, hogy honnan áradnak a gyökerek kifele. Tehát ha egyetlen erő árad ki a természetből, amely a megszerzési erő volt, azonban van egy másik erő, amely van rejtve előlünk, és ami sokkal hatalmasabb, mint a megszerzési erő. Ez fejlesztette az edényt fokozatosan, amíg el nem tűnt az érzékelés ennek az adakozási erőnek, amíg el nem értünk a mi világunkba, az Olam Hazéig, és az első két leckét már tanultuk, és egy olyan világban jutottunk, ahol mi csak egyetlen erőt érzékelünk, a megszerzési erőt. És mi magunk is ez alapján építettük föl az egész létezésünket. De mi van a másik erővel? Mi van a másik erővel, amit mi ide raktunk sárgával? Ez nem létezik? Hát hogy lehetne, hogy nem létezne? Hát természetesen létezik, csak el van rejtve előlünk. El van rejtve előlünk. Csak előlünk, az emberi lény elől. Miért? Azért, mert ahogy mondtuk, ebből az elrejtésből, emiatt az elrejtés miatt leszünk képesek imitálni, felépíteni, és közelebb vonzani magunkat önmagunk által, a saját tudatosságunk által, ehhez az erőhöz, amit teremtőnek nevezünk, ami mindent létrehozott. A teremtő szándékosan hozta létre az elrejtést, elrejtőzött az ásványi növény állati szintekbe, de ez a két erővel kitöltött mindent, mind a két erő, az adakozás és a megszerzésnek az ereje is megjelenik a természet rendszerében. Ha ezt megnézzük, akkor az emberi faj nélkül is remekül működnének ezek az erők. Ha ránéztek, akkor látjátok, az ásványi növényi állati szinten természetességgel működik minden. Minden harmóniában lenne, ami nem lennénk itt, végtelen benyomásokkal működne a teremtő, és minden remekül működne. Na jó, de nyilvánvalóan ez nem csak azért volt ott a vonal, hogy... Tehát ez ugye nyilvánvalóan az ember megjelent a Földön, és akkor elkezdett először úgy viselkedni egy állat, és aztán már nem az állatot kezdte el megenni, hanem a másikat kezdte megenni, mert arra volt hiánya, hogy a másikat behapolja magának a saját önzésébe. Tehát mi kötelez vagyunk arra, hogy, hogy egy szociális életet éljünk. Tehát nyilvánvalóan van egy aréna, amivel nekünk élni kell, és itt kell felfedeznünk önmagunkat, a saját viszonyainkat, a felső erőt és minden mást, és ez az arénán belül nekünk a megszerzési vágyak törvényeinek kell engedelmeskednünk. Tehát, hogyha mi enni akarunk, meg családi életet akarunk élni, egyszerűen túl akarunk élni bizonyos dolgokat, akkor itt nekünk csak a megszerzési vágyunk van, és ennek az eredményét azonnal akarjuk érezni, tehát ha mi elindultunk egy cselekedetet, azon a szükségünk van arra, hogy az eredményét érezzük. Mégis szükségünk van egy közösségre, amivel viszonyba akarunk kerülni, és az emberek a világban valóban különböző közösségekhez tartoznak, mindenféle közösséget létrehoznak, társadalmakat, és nem is nagyon érzem, hogy én a közösségnek akarok-e kárt okozni, vagy tudok-e, és az eredmény, amit én egyáltalán, ahogy részt veszek a közösség életében, nem is nagyon érzem, hogy mi történik, hiszen van egy csomó ember, aki sikeresnek éli meg magát, és közben pedig rettenetes dolgokat művel egy másik emberrel azért, hogy ő sikeres lehessen. Tehát, hogyha én megégetem a kezem, akkor rögtön érzem a fájdalmat. Itt azonban lehet, hogy másik ember kezét megégetem, és nekem ezzel több lesz, és ő pedig érzi a fájdalmat. Tehát, mondja Mose, hogyha mi valóban érezni akarjuk ezeket a dolgokat, azért, mert mi úgy, hogy egy sejt
a testen belül, hiszen hogyha egyetlen sejt nem érzi jól magát, az egész test érzékeli ezt. Tehát, hogyha mi így akarjuk érezni magunkat az emberiségbe beágyazva, hiszen a krízis, a válság pontosan erre tanított meg bennünket, hogy a két erő az együttműködésben egymással megtervez, egy olyan helyzetet hozott létre, ahol érezhettük, hogy milyen összekötés vagyunk egymással, és hogy mennyire fájdalmas lehet mindenkinek a saját cselekedete. Azt ma feltétlenül szeretetről akar valakit kérdezni, Madridból és Lengyelországból is ugyanezt a kérdést tették föl, és Josephine Spanyolországból azt kérdezi, hogy amikor a valódi kitöltést érezzük, akkor az a feltétlenül szeretet? Amikor teljes kitöltést érzékelünk. Ez egy nagyon impresszív kérdés, és nagyon fontos. Tehát a kabala bölcsessége az embert megragadja és megvizsgálja, hogy hogyan tudja a legnagyobb örömet megkapni valamiből, és minden tanítás pontosan azt mondja nekünk, hogy a legnagyobb öröm az nem a kitöltés, hanem a másnak a hiánynak a kitöltése adja a legnagyobb örömet. Miért? Azért, mert hogyha a másik embert töltöm ki, akkor ezt végtelen mennyiségű örömet tud nekem okozni. Tehát, és akkor a helyes hiányt tudom kifejleszteni, hogyha erre való hiányt fejlesztek ki, erre való vágyat. Tehát abban a pillanatban a kitöltéssel egy olyan kapcsolatba kerülök, hogy nem tűnik el a kielégülés pillanatában. Tehát valójában ez az egyetlen dolog, amin nekem dolgoznom kell, mert én megszerző vagyok. Tehát, hogyha én ki tudok fejleszteni önmagamban az igazi szeretetet, ami azt jelenti, hogy mi a szeretet, nyilvánvalóan nekünk még majd beszélünk erről, de ez nyilván azt jelenti, hogy a megszerzési vágyban megjelenik egy új vágy jelenik meg, ez a szeretet alapja, hiszen én nem vagyok más, mint egy megszerző, nekem vágyakra van szükségem, és ide végtelen örömet akarok magamnak szerezni, és hogy miből tudok végtelen örömet szerezni, és ennek ehhez kapcsolódik a szeretet. Itt van egy új cél, ami megjelenik, nem csak, hogy szeretni akarok feltétel nélkül. Nyilván az ember alkot van egy edény, és az edény az önszeretnek az edénye. Tehát nekünk valóban arra van szükségünk, hogy felfedezzünk valamit, ami végtelen öröm, ugye erről beszéltünk a második leckén. Oké, de akkor mivel töltettem ki ezt a végtelen edény? Magamban van ez az edény, magam töltöm ki, vagy rajtam kívül van? Tehát akkor a kérdés még jobban megfogalmazható, hogy lehet elérni valami végtelen hatalmas erejű szeretetet, és erről beszélünk most, tehát mi el akarjuk érni a dvekutot a teremtővel, az összetapadást, a gyökerünkkel való összetapadást, mivel tudjuk, hogy ő a tiszta adakozás, és hogyha elérem ezt az állapotot, formaegyezésbe kerülök vele, akkor mi, akik az ágazatoknak a megnyilvása vagyunk, a gyökérhez képest, mi olyan örömet kezdünk el majd érezni, erről beszéltünk a legutolsó órán, egy olyan fajta bőséget kezdünk el érezni, ami végtelen kitöltést ad, és ezt akarjuk elérni mi, és mi a felső erőről beszélünk, és a teljes kérdés az pontosan arról szól, hogy hogyan érezhetjük ezt, hogyan használjuk ezt a mechanizmust, amit úgy neveznek, hogy formaegyezés. Ez egy remek kérdés volt. Tehát én azt látom, hogy valóban három kérdéses válaszoltok egyszerre, mondja a hölgy. Mi a szeretetről akarunk beszélni. Tehát az Olaszországból Lucia azt kérdezi, hogy... Na most ki tudtad mondani, mondják a hölgynek. Lucia, hogyan tudok a szeretetben, hogy másnak adakozok, ez egoista akkor, vagy nem? Honnan tudhatom, hogy egoista, vagy nem a szeretetem? A kabalat bölcsességének tanulása során akkor a fény elkezd ragyogni, és meg fogja neked mutatni a helyes választ. Tehát nekünk egy újfajta célt kell megfogalmaznunk magunk elé, és ahogy ezt mi mondtuk az előbb, akkor az apának vagy az anyának a szeretetén túlmenően, vagy a gyerekek szeretetén túlmenően megjelent egy újfajta kegyelemmel teli érzés, hogy másoknak akarunk ezentúl jót tenni, mást akarunk kitölteni, másnak a hiányát akarjuk. És nyilvánvalóan de ennek már nem olyannak kell lennie, mint az előbb említett adakozó szeretetnek, amikor még ez engem kitölt valamilyen örömmel a megfelelési vágyamat, hanem egy olyan szeretetnek kell majd megjelenni, amely egyre jobban ábrázolódik bennem, egyre jobban megjelenik bennem a fény hatására.
Tehát ebben a buborékon belül, ami megjelenik, amit a kabala elkezd építeni körülöttünk, elkezdek hatalmas örömet szerezni a környezetemből, és a környezetemen keresztül minden lehetséges módon örömet próbálok szerezni, és abból is örömet tudok szerezni, hogy adakozok a környezetem felé. Erről majd még sokat fogunk beszélni, de most beszéljünk egy kicsit a formaegyezésről, mert ez nagyon fontos, hogy megértsük, hogy működik. Tehát Lucia, én tudom, ismerem őt, hiszen ő olasz, és én az olaszokat tudom, hogy nagyon érzelmes emberek. Tehát a következő dolog itt a lényeg, amit mondott, az nagyon fontos. Ez az elv, ezt meg kell tanulnunk, ez a tanulásnak az egyik alapja, hiszen az első leckén is elmondtuk, hogy olvassatok, amennyit csak lehetséges, az összes cikket olvassátok el, a weboldalon rengeteg cikk van mindenféle nyelveken. Rav Lajtman azt szoktam mondani, hogy ezek a láncszemek, amik összekapcsolnak titeket a kabalával, és ez az érzelmeknek a hatalmas tengerét zúdítják rátok ezek az írások. De hogyha én nagyon távol vagyok egyfajta gondolkodás módtól, de amikor én ezt először hallottam, és ránézek egy emberre, tehát én mindig egy dobozban vizsgálom minden embert, mit tudok én tőle kapni? Én minden emberhez így viszonyulok, ugye? Minden ember így viszonyul a másikhoz. És akkor megjelenik egy újfajta tudatosság, egy újfajta motiváció, hogy felfedezzem az igazi szeretetet, valóban az igazi kapcsolaton keresztül, tehát innentől kezdve a tanulás az egy kulcspontja, egy kulcsmomentuma lesz a változásnak, ami bennem kell, hogy megtörténjen, és annak érdekében, hogy ezt mi elérjük, nekünk meg kell értenünk, hogy a felső rendszer hogyan működik, hogy mik a szerepünk ebben a rendszerben, hogyan érthetjük meg ezt, hogyan alkalmazhatjuk ezt az életünkben, mi ez a mechanizmus, amelyen keresztül mi elkezdhetjük érezni a felső rendszer. Akkor olvassunk el egy idézetet. Bálha Szulámtól olvasunk egy idézetet. A bevezető a Zohár könyvéhez című cikkében írta. Ez a 8-as pontja ennek a hatalmas könyvnek. Ahogy amikor két ember szereti egymást, akkor egyetlen testként léteznek egymással. Tehát amikor két ember szereti egymást, akkor úgy érintik meg egymást, mintha egy test lennének. Amikor gyűlölik egymást, azt mondhatjuk, olyan távolnak egymástól, mint a kelet a nyugattól. Tehát a közelség vagy a távolság kérdése nem hely meghatározási kérdés a spiritualitásban. Sokkal inkább a formaegyezés kérdése ez, ami megjelenik az ő kapcsolatunkban, és amikor a formájuk megegyezik, azaz mind a kettő azt szereti, amit a másik, és azt nem szereti, amit a másik, akkor mondhatjuk, hogy ők összetapadásban vannak egymással. Azonban, ha valamilyen formaeltérés van kettőjük között, azaz, az egyik olyasmit szeret, amit a másik nem, akkor a különbözőségük mértékében ők elkezdenek távolodni egymástól, és egymást ilyen mértékben utasítják el, amilyen mértékben nem egyeznek abban, hogy mit szeretnek és mit nem. Ha például ilyen értelemben teljesen különböző dolgokat kedvelnek és gyűlölnek, akkor a legnagyobb spirituális távolságra kerülnek egymástól. Tehát ez annyi mindent adnak ezek a szavak, amiket Bálha Szulám leírt, újra és újra kell olvasni, ahogy Moshe említette a tanulást. Nekünk a kabala bölcsességén belül, aki sok éve itt vagyunk már, minden egyes alkalommal, amikor mi tanulunk és olvasunk, minden egyes alkalommal újabb és újabb jelentést fedezünk föl a szavak mögött, és egy teljesen új világ jelenik meg, amely annyira teljes és annyira csodálatos lélegzet elállító igazságokat tár föl. Egyszerűen ez egy mértéktelen magas szintű igazság, még akkor is az első alkalommal nem is lehet megérezni, hogy ez a formaegyezés tana, a spiritualitás mennyire alapvető törvénye. Egy kérdés. Nagyon sok kérdés van arról, hogyan lehetséges érezni egyáltalán ezt a felső rendszert. Hogyan tudunk mi eljutni, hogyan lehet a felső rendszert érezni, amiről ti beszéltek. Én azt akarom mondani nektek, az új emberek, most közelednek a tanuláshoz,
Nyilvánvalóan már a következő lépésről kérdeztek, hiszen valóban a következő lépés pont erről szól a következő lecke. De mielőtt, mindenek előtt, mielőtt ezt elkezdjük megérteni, hogy hogyan tudjuk a rendszert közelíteni, értsük meg a törvényeket. Hiszen válaszolom, egy nagyon alapvető törvényről beszél itt. Ez a formaegyezésnek a törvény, ami a spiritás legalapvető törvény. Ez egyszerűnek hangzik. Hát hogyan lehetséges az, hogy két dolog között, két ember között, két rendszer között, hogy lehetne bármilyen kapcsolat? Hogyan lenne lehetséges kapcsolat? Itt, és pontosan ezt írja Bálhán Szólám, hogy a formaegyezésen keresztül, tehát ezt a következőképpen rajzoljuk le, ez nagyon fontos, hogy megértsük, ez alapvetés a kabalában. Tehát van két kör, ez két ember, két frekvencia, két rendszer, és abban a pillanatban, amikor ezek teljes forma ellentétben vannak egymással, nincs kontaktus a kettőjük között, és minél jobban közel vannak egymáshoz, ami azt jelenti, hogy itt elkezdenek, először egy pontban kapcsolódnak össze, néhány minőségük lesz azonos, és fölismerik egyik a másikban két rendszer is, két frekvencia, tehát ha rádiót hallgat valaki, akkor tudja, hogy tekergeti a rádiónak a állomáskeresőjét, abban a pillanatban, amikor a rádió rá van hangolva a frekvenciára, formaegyezés vagyok a forma a frekvenciával, és a két kör ilyen módon kerül egyre közelebb egymáshoz, és itt egy ilyen átlapolás történik, egy kölcsönös terület, ahol egyik a másikat halálpontosan érti, ugyanazt szeretik, tehát ilyen mértékben szeretik egymást, mert ugyanazt szeretik, és ugyanazt gyűlölik. Tehát a teremtett lény formaegyezéséről gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy ez az a szabály, ami alapján két spirituális objektum egymáshoz közelíteni tud. Tehát te gondoljunk bele, hogy mi ismerjük, hogy a törvényeket a paramentbe hozzák. Milyen fajta törvény ez? Nyilvánvalóan a teremtő adakozni akar az összes teremtménye számára. Ez a gyökérnek az alapvető minősége, hogy a gyökér adakozzon az ágak számára, és ez ilyen módon kell nekem az adakozást összerakni, és ez a formaegyezés tanának felel meg, és az minden teremtett lénynek, ha mi kapcsolatba akarunk kerülni a teremtővel, az azt jelenti, ennek az átlapolásnak megfelelően, hogy valóban, amikor a két kör teljes mértékben átfedésbe kerül egymással, akkor mondhatjuk, hogy a mi minőségeink egyeznek egymással, teljes egészében össze vagyunk kapcsolódva, valóban, és ha a teremtő a másik fél, akihez közeledünk, akkor teljesen egyé válunk, ha teljesen össze tudunk tapadni a teremtővel, ezért mondjuk Dvekutnak, összetapadásnak, akkor azt, ami történik, akkor gyakorlatilag a teremtő minőségeit érjük el. Bálhán Szólám, amikor a két emberről beszél, tehát nyilván például, amit szereti a sushit, a tál mondjuk, szereti a sört és a sushit, és mondjuk én szeretek Puskint olvasni, orosz. Hát igen, én franciául olvastam ezt. Tehát mindegy, mondjuk egy francia írót, tehát ugyanazt a dolgot szeretjük, ez azt jelenti, hogy bizonyos formaegyezés van köztünk, közel kerülünk egymáshoz. Tehát a dolognak az a lényege, amiről Bálhán Szólám beszél, itt nem hobbikról beszél, nem arról beszél, hogy az embereknek közös érdeklődési körük van, hanem a szívben lévő pontunk elkezdenek összekapcsolódni, és ilyen módon a minőségek kezdenek az emberekben megváltozni, és az adakozás formája kezd megjelenni az emberekben, a helyes kapcsolat által, akkor az, ami kívül van rajtam, abban a mértékben, amilyen mértékben én, a többi ember, akinek van szívbelevő pontja, össze tudok kapcsolódni, olyan mértékben tudok a külső erőhöz kapcsolódni, tehát és akkor mind a ketten elkezdjük érezni a felső rendszer. Tehát, aki Ausztráliában élt, én pedig egy másik országban éltem, de ha mind a ketten az adakozásnak ugyanazon a szintjén leszünk, másokkal még a világban, mondjuk Tál, aki a Vénuszon ül, ő is ugyanezt érzi, akkor lényegtelen, hogy mekkora fizikai távolság van köztünk, abban a pillanatban, amikor ugyanazon az adakozási szinten leszünk, abban a pillanatban értjük egymást, érezzük egymást ennek a törvénynek megfelelően, és ezen a módon mi ugyanabban az érzelemben és gondolatban kezdünk el létezni, ugyanabban a tudatosságban, és ez a tudatosság a felső világnak a tudatossága. És akkor most rajzold le ezt, mondta most, hogy majd egy percon lerajzolom, akkor ez így működik. Mert alapvetően mi újra és újra kell emlékeztessük magunkat, hogy miről szól ez az egész, hiszen egy ideig tart, amíg megértjük, tehát minden, ami meg lett teremtve, az a megszerzési vágy volt. Ez volt megteremtve csak.
Tehát mi kicsin darabjai vagyunk a vágyaknak. Néhány lecke múlva majd kifejtjük ezt részletesebben. De itt nem az a lényeg, hogy amit az ennyi kiló, a másik pedig ilyen szeme van, vagy ilyen színű haja van, hanem itt, amiről beszélünk, a vágyak. Mert mi vágyak vagyunk. Az, hogy hogyan nyilvánul meg, ennek semmi jelentősége nincs. Hogy Mose, amit most lerajzol, ezek mind vágyak. A legkülönböző szinten lévő vágyak, a fejlődésnek a különböző szintjén lévő vágyak, vannak a beszélő szintű vágyak, vannak az állati vágyak, a növényi vágyak, az ásványi eredetű vágyak, de a beszélő vágy adja meg a kapcsolatot, adja meg az összekapcsolódása lehetőséget. Mert a beszéd az megadja a lehetőséget, hogy összekapcsolódjunk. Ez nagyon fontos, hogy innentől kezdődik a spirituális isteni szint, a teremtőnek a szintje, mert hogyan tudunk összekapcsolódni? Nyilvánvalóan, mert ha összekapcsolódunk, úgy kapcsolódunk össze, hogy a teremtővel össze kell kapcsolódni. És akkor ami el volt rejtve, az föltárul. Tehát még egyszer mondja, amit. Mivel mi érzelmi lények vagyunk, és mivel az egész lényegünk az, ami érzelmeinkben és az intellektusunkban van elrejtve, az értelmünkben, végezetül az érzékeinkben az egész világunk, ahogy interpretálódik, megjelenik, a belső érzelmeinkben és az intellektusunkban nyilván úgy jelenik meg, ahogy megjelenik, és nyilván akkor vannak emberek, akiket szeretek, vannak, akiket nem szeretek, ugyanakkor bárhatszólam elmagyarázva, hogy annak, hogy szeretem vagy nem szeretem, nem a távolságnak van jelentősége, mert a köztünk lévő távolság az lehet millió kilométer is, hogyha mi formában, minőségben megegyezünk, és minden a hozzáálláson múlik, azon a hozzáálláson ez az a gomb, ami meg tudja változtatni, ami ki tudja hangolni a mi rádiókészülékünket a teremtőre, hiszen abban a pillanatban, amikor megérezzük, hogy formaegyezésbe akarunk kerülni a felső frekvenciával, mert teljes valóságot kitölti, ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha önmagunkat erre hangoljuk, ez pedig hogyan lehetséges, úgy, hogy megváltoztatjuk egymás között a hozzáállásunkat, az egymáshoz való irányultságunkat, és ez a módszernek a lényege, ezen alapul a módszer, hogy mi képesek legyünk a felső rendszert felfedezni, és így vagyunk képesek felfedezni a felső teljes valóságot. Egy nagyon egyszerű példát hadd mondjak, mondja Mose. Tehát itt ez az a gyökér, amiből kiáradt minden, és ezek a törött darab vágyak, ugye, mind a középpontból áradtak ki, onnan sugározottunk ki. És hogyan lett az, hogy mi érezzük egymást egyik pontra a másikra? Tehát valami Facebookon érezzük keresztül? Tehát ugye köztünk van valamilyen kapcsolat, Rav Lightmannal, Tállal, és veletek is. Hogyan lehet az, hogy kapcsolat van köztünk? Miért? Azért, mert mindannyian ugyanannak a vágynak vagyunk a részei. Tehát mondjuk ebben a körben tartozók egy vágyszinthez tartoznak. Azok egymás között nagyon könnyen érezzük egymást. Most kitöltik ezt sárgával, ha minden igaz. Most keresik a sárga színt. Ups, most egyre eltörölték. Ez, bocsánat, ez a radír volt, mondja Mose. A sárga színt keresik. Tehát egy kört fognak kijelölni ebben a körszeletekben. Oké. Tehát itt vagyunk, és akkor itt elkezdjük egymást érezni, ugyanabban a vágyban, ugyanazokat az érzelmeket. Van John, Josephine, Lucia és más emberek, szana szél a világban. Tehát fokozatosan elkezdjük érezni, hogy egymás között valami nagyon különleges dolog jelenik meg. Mi ez a különlegesség? Minél jobban előre haladunk, minél jobban ezt a mezőt elkezdjük érzékelni, a szeretetnek és az adakozásnak ezt a kölcsönös mezejét, ami közöttünk van, akkor kezdjük el hatalmas erővel érezni, egyre nagyobb erővel érezni a rendszernek a működését, és ezen túlmenően elkezdjük egy újfajta kapcsolatot kiépíteni egymás között, a szeretetnek a kapcsolatát, és akkor elkezdjük érezni önmagunkban, elkezdjük úgy érezni magunkat, hogy mi egyetlen, osztatlan léleknek vagyunk a részei, és elkezdjük érezni ennek az osztatlan léleknek a valóságát, a felső rendszernek a valóságát, ami létre lett hozva. Ez az egyetlen teremtmény létezik, tehát, és ez egy eszköz, amiről beszélünk. Tehát akkor hirtelen magamat oda hangolom, mint egy rádiókészülők, és csak azt mondom, hogy ups, érzékelem a felső világot. És erről beszéltek a kabbalisták. És akkor Úristen, amiről a kabbalisták beszéltek, számunkra elérhetővé válik. Az összes jelenség elérhetővé válik. És akkor nyilvánvalóan a valóságérzékelésnek egy részéből kiléptünk. És errefelé kell törekedni. Ezen túl, ez túlmutat a jelenlegi érzékelésünkön.
John Angliából kérdezi, hogyan érezhetek egy másik, hogyan érzem azt, amit egy másik ember érzékel? Nagyon jó kérdés, mert ez elvisz bennünket oda, hogy hogyan tudjuk ezt a törvényt alkalmazni. Nyilvánvalóan egy mechanizmusról beszélgettünk eddig, ami a teremtés működteti. Az adakozásnak a mezeje és a megszerzésnek a mezeje nyilvánvalóan az egyik nem érzékel a másikat, és az emberben a beszélő szinten csak megszerzési vágy van. Most azonban ennek a megszerző vágynak mégiscsak formalizmusra kéne kerülni az adakozással, ahogy itt le van rajzolva, amennyire csak lehetséges. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Hát hogyan lehet, hogy a mi megszerzési vágyunk, az formalizmusra kerüljön az adakozással, azzal, ami köztünk van. A titka, a kulcsa ennek az azon alapszik, amit John kérdezett, hogy az emberek közöttünk, ott árul fel a teremtő, hiszen azt mondhatjuk, hogy az egész probléma az a viszonyokban rejlik, mert az egész felső világ az emberi viszonyokban tárulhat föl. Tehát az embernek azért kell szociális életet élni, azért jelentek meg a szociális kapcsolatok a világban, mert hogyha ezeket képesek vagyunk helyes módon kiépíteni, akkor megjelenik a teremtő. Tehát megtalálhatjuk mi ezt a kulcsot annak érdekében, hogy a formájézést helyes módon alkalmazzuk? Akkor nézzük meg ezt, és beszéljünk akkor erről. Oké. Tehát az éntől a míg és az egyig. Ugye ez a gondolat, ahol el kell jutni. Tehát több ezer éven keresztül. Amíg egyetlen buborékból, ami felrobbant és létrejött a világegyetem, aztán ebből lett a Föld, a világegyetem a Föld, és aztán egy kicsiny faluból szétáradt az emberiség, és rengeteg módszer jelent meg, hogy hogyan lehet a felső gyökeret érzékelni, a teremtőt érzékelni, hogyan lehet az egységesen mindenkit szeretni, és mindent érzékelni. De nyilvánvalóan ez az kell, hogy a felső gyökérnek a minőségét érzékeljen. És nyilván a felső rendszert, azt mindenki, minden módszer ismerte, de nyilvánvalóan ezen a rendszeren kívül nincsen semmi, csak az önzés, a megszerzési vágy. És minden egyén ezt keresi, minden egyén magának keresi, magának akarja kitölteni és megszerezni, és nyilvánvalóan egy hatalmas globális faluvá váltunk aztán közben az emberi kapcsolatainkban, mert a kapcsolatrendszer, ami kialakult köztünk, ez rendkívül izgalmasá vált, szinte már félelmetes, mert én mindenkitől függök, fel kell, hogy ismerjem. Tehát nem most, hogy függök mindenkitől, hanem valóban olyan helyzetben vagyunk most, olyan globális helyzetben, Rav Lajtman beszél erről, és mindig azt szoktam mondani, hogy képzeljétek el, hogy mindenki, hogy van 7 milliárd ember rajtam kívül, és mintha mindenkinél lenne egy kapcsoló, ami az én oxigémet és az összes többi ember oxigénjét el tudja zárni, és nálam is van egyfajta oxigén kapcsoló, amivel mindenkit el tudom zárni. Tehát nekünk el kell jutnunk annak a megértéséhez, rá kell ébrednünk arra, hogy mennyire össze vagyunk kapcsolva egymással, és hogy mennyire fontos a kapcsolatrendszer az emberiség között, mert a következő néhány évben ez lesz a legfontosabb dolog a világban. Tehát az összes öröm, az összes válasz a végső és végtelen boldogság megszerzésére ezzel függ össze. Tehát a válasz az ilyenben rejlik, tehát nekünk erről kell megtanulnunk, ezt kell megtanulnunk, mivel a válság, ez valóban kötelez bennünket arra, hogy megtaláljuk ezeket a kapcsolatokat, ennek az életnek a szintjén, amit most vagyunk. Hát nézzük meg Európában. Európában választ kell találni arra, hogy hogyan lehet Európát összekapcsolni. Méghozzá helyes módon. És nem csak az, hogy hogyan érhetjük el a kapcsolatot, hanem hogy ezen a kapcsolaton belül hogyan tudjuk felfedezni a jót, a végtelent és a bőséget, mégpedig, de ez csak úgy lehetséges, ahogy ezt mi elmondtuk, hogy adakozási rendszerbe kerülünk egymással. Tehát mi most be vagyunk ágyazva ebbe a világba, ez az életünk, egy szociális élet, ezek a pontok vagyunk mi, az emberiség, mindenki egy pötty ebben a rendszerben, és ahogy mi tudjuk, amit a kabbalisták elmagyaráztak nekünk, a köztünk lévő kapcsolat, mert ez a mi természetünk, ez az, ahogy működik. Tehát itt mindenki ki akar használni a másikat, ez a kapcsolat, ez nem az adakozási kapcsolat van köztünk, nincs formegyezés köztünk. Itt mindenki csak egy dolgot akar, kihasználni a másikat. Finoman, kevésbé finoman, hogy tud valami nyereséget elérni a kapcsolatból, még akkor is, ha az állítólagos földi szeretet jelenik meg az emberek között.
Ez az, hogy ez működik, ezt meg kell értenünk, ez nagyon fontos, ezt értsük. Innentől kezdve ebből a diagramból látnunk kell, hogy van egy jelenség, ez mutat egy jelenséget, ami ismert a mi számunkra, már az állatvilágból is. Tehát, ha mi egy teljes rendszerről beszélünk, akkor semmi nincs, látszik, hogy semmi nem lett megteremtve, mint egyetlen hatalmas vágy, ezt teremtette meg a teremtő, az a hatalmas gömböt, amit ide rajzoltam itt, és minden rész ebből terjed ki. Tehát mi, aki egy élő organizmus vagyunk, egy sejteknek a halmaza, amikor mi elkezdünk összekapcsolódni az összes élő szervezetekkel, más sejtekkel, hát nyilvánvalóan a gyógyszergyárak ismerik ezt a jelenséget, hogy a sejtek hogy működnek egymással, együtt, és hogyha nyilvánvalóan egyik sejt a másikkal rosszul működik együtt, akkor megjelenik például a rák. Az emberi betegség, a testnek a betegsége pont így működik. Tehát, de mi ebben nem vagyunk bűnösek, hogy ez így működik, mert mi pontosan ezt csináltuk, mi egyre jobban elkezdtük felzabálni egymást, az emberiség, mert a természetünk ilyen, tehát az ásványi, növényi, állati szintek után mi megjelentünk, és mi elkezdtük lerombolni az egészet az egónk miatt, azért, mert a kezünkbe került a bolygó, pontosan az értelmünk által. Tehát nyilvánvalóan ez, ahogy a rák megöli az élő szervezetet, mi úgy próbáljuk megölni az egész világot. Mi nem akartuk ezt megtenni, de ilyen a természetünk. És ezt kell korrigálnunk. Ezt nevezzük úgy, hogy a teremtés korrekciója. Én egy idézetet akarok mondani. Mert mi nekünk valóban meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk ezt megfordítani, hogyan érhetjük ezt el, hogyan értjük el a teremtővel való kapcsolatot. Bála Szulám írja egy cikkében, amely azt jelenti, hogy, hogy az emberek szeretetéhez jutunk el a teremtő szeretetéig, ez a cikknek a címe. Amikor az ember eléri mások szeretetét, akkor ezáltal eléri a teremtő szeretetét is, és adakozik a teremtőnek. Tehát nincs különbség a között, a két dolog között. Tehát minden, ami a testemen kívül van, az maga a teremtő, az én számomra. És ilyen módon ezt a kettőt együtt kell kezelni. És amikor a másik embernek adakozok, akkor a teremtőmnek adakozom. Megállíthatok egy pillanatra? Igen. Nyilván tele vagyunk kérdésekkel. Igen, tehát amikor az adakozási világról beszélünk, Magyarországról kérdezik, hogy mit ad az embernek, mit tudok adni annak, akit szeretek? Ez egy nagyon izgalmas kérdés. Ezért... Oké, tehát akkor itt a felső rendszer van, ami egy integrált rendszer, nyilvánvalóan ez a teljes rendszere az összekapcsolt vágyaknak, és csak az a rendszerben jelent meg a felső erő. Tehát mi mindannyian össze vagyunk kapcsolva, ugyanúgy, mint ahogy a sejtek, össze vagyunk kapcsolva egymással, és az adakozás teljes törvénye köt bennünket össze, akkor sem tudjuk. Tehát, amit közben rajzol, tehát, hogyha rajzolnánk egy kicsiny kört még ide, ez alá, egy másik szintet, igen, tehát ott a kör, ez egy párhuzamos dolog ezzel. Ugye ez a felső világ, ami odaírja Mose, hogy felső világ. És ott alul pedig a mi világunk van. És nekünk itt is kapcsolataink vannak egymással. A felső világnak megfelelően, ahogy ezt említettük, és ez a rendszer itt lent, ennek nyilván azt jelenti, hogy itt a struktúrában minden egyes elem, akit lelkeknek hívunk egyébként, ezek a darabok, nesemá, vagy lélek, héberül, ugye héberül írtam le, mondja Mose, ezek a mi lelkeink, nesemáink. Tehát a korrekció azt fogja jelenteni, hogy ha minden egyes ilyen nesemá át tudja adni a fényt a másiknak, amit ő megszerez. Tehát nem magának fogja be a fényt, hanem átadja a másiknak a fényt. Tehát mindenkinek úgy korrigálja önmagát, oda kapcsolódik a felső rendszerhez, és egymás közötti kapcsolatban megjelenik a fény, és akkor mindenki azért lesz felelős, hogy a másiknak átadja, a többinek átadja a fényt.
Mert mit jelent az, hogy or, héberül, ugye ez egy absztrakt szó, ez a fény. Mi az, amit átadunk? Mit jelent az, hogy átadjuk a fényt? Tehát alapvetően, hogyha mi ezt a rendszert látjuk, most amit beszél, tehát látjuk a felső világok rendszerét, ahogy ezt ismerjük, ott, ahol az vágyak teljesen pozitív kapcsolatban állnak egymással, a teremtés tervének megfelelően, itt lent pedig ugye mi egoista kapcsolatban állunk egymással, itt megjelennek érzelmek lenne a lelkek között, nyilván ez a viszonyoknak megfelelően jelennek meg, a belső viszonyoknak megfelelően jelennek meg érzelmek, ezek szociális érzelmek, mert mi szociális életet élünk, ezek olyan érzelmek, amelyek egy nemzethez tartozónak mondanak bennünket, és itt és, ezek a, és a viszony egymás között, ez kölcsönös viszonnyá válik, és ez a felső erőhöz válik egyre jobban hasonlóvá, tehát ez nyilvánvalóan a mások irányában mutató szeretet azért nem tudja magát elvonatkoztatni a gyökerekben lévő kapcsolatrendszertől, tehát hogyha én képes vagyok a viszonyomat korrigálni a másikkal, akkor képes leszek a felső erővel is formányozásba kerülni, és ez a válasz, na Johnnak is ezt válaszolom, meg Dórának is Magyarországra. Tehát hogyan tudjuk ezt akkor elérni alapvetően? Tehát ez egy természetes kérdés volt, hogyha a teremtőnek a törvénye, hogy ő abszolút jó, akkor mit kell tennem? Akkor mit kell tennem, hiszen ő szeret engem, csak nem mondja meg ezt nekem közvetlen módon. És de hogyan fogjuk ezt ellenőrizni? Nem elég, hogy én kijelentem, hogy én is szeretem őt, meg a másik azt mondja, hogy én meg jobban szeretem őt, nem így fog ez működni, mondják a srácok. Hogyan fogjuk mérni ezt? Hogy ő szeret engem, oké, na de hogyan szerető engem? Hogy szerető engem igazán? Ugye? De nem tudom ezt elmondani, hiszen ő el van előlem rejtve. Tudom, hogy szeret, mert ezt tanítják nekem, de ő teljes elrejtésben van, nem érzem a szeretetét. Azonban, ugyanúgy, mint a szerencsés apa meg az anya esetében, az ő gyerekei elkezdenek növekedni, felnőni, felnőtté válni, és a gyerekek érzelméből elmúlik az elrejtés, és a teljes valóságot elkezdem föltárni, és mit akar az apa meg az anya, hogy a laboratóriumban behelyezett gyerek elkezdjen fejlődni. És a mi életünkben ez a világ, ez a csodálatos laboratórium, ahol fel kell nőnünk a teremtőhöz, fel kell nőnünk az ő szeretetéhez. És hogy tudjuk ezt megtenni? Összekapcsolódunk, jó gyerekekké válunk. És ilyen módon, hogy hogyan lehet ezt majd meg fogjuk tanulni. A kabbalisták erre tanítanak bennünket, az egész módszert ezért adják át a számunkra. Tehát pontosan ez, amit a teremtő akar, hogy végezetül, hogyha ti korrigáljátok a kapcsolatokat egymás között, akkor fel fogjátok fedezni egymás között azt az állapotot, itt most már nem tudjuk itt már lerajzolni, akkor fel fogjátok, tehát az egymás közötti kapcsolatban fel fogjátok fedezni az tiszta adakozást, és amikor a tiszta adakozást fölfeditek, engem fedeztek föl. Na, de hogy tudjuk ezt megtenni? Mi a formaegyezés ebben? Tehát, hogyha nézzük csak vissza azt, hogy válaszol, amit mondott erről, hogyha két ember szereti egymást, ha mi elkezdünk összekapcsolni egymás között, akkor a kapcsolatunkban megjelenik a szeretet, amit a kabbala rendszeret van itt nekünk, mi is a szeretet, ezt már előbb elmondtuk. Tehát nem az, hogy én szeretlek, adj már kis pénzt, mert szeretlek. Nem, itt valami nagyon különleges dologot kell látnunk. Tehát ha mi azt megtanuljuk, hogy hogyan lehet összekapcsolódni, és az egységen keresztül a kabbalisták azt tanítják nekünk, hogy azonnal el tudunk kezdeni más módon dolgozni, elkezdjük tekergetni a belső rádióvevő készülékeinket, és abban a pillanatban, amikor elkezdjük a teremtőnek a befolyását érezni, tehát ahogy összekapcsolódunk, érezni kezdjük, hogy befolyásol bennünket a teremtő. A szívbéli pontokat, ha összekapcsoljuk. És akkor ezen a helyen, ahol én és amit összekapcsolódunk, ott azon a sárga vonalon, összekapcsolódunk, akkor itt van Lucia, meg Tál, meg az összes többi, akkor ezen a helyen a kapcsolatban, az egymás közötti kapcsolatban elkezdünk érezni egy különleges jelenséget, valamit, amit felső világnak hívnak, egy bizonyos szinten, nem rögtön. Tehát valóban érezni kezdjük a befolyását a felső erőnek, a teremtőnek. Tehát amit okozott a kapcsolat, tehát nem én tál amit, hanem a kapcsolat hozta ezt létre, és akkor mindannyian elkezdjük érezni, hogy ez a kapcsolat azzá helyé válik, ahol föl fog tárulni a teremtő. És ez lesz a közös edényünk, az lesz az eszközünk az érzékelésére annak, hogy ami kívül van a saját önkitöltésemen, a saját önzésemen kívül, amit tál meg, amit meg Mose, onnantól kezdve egy megosztott adakozási terület alakul ki,
ahol mi mindannyian egyenlővé válunk, és mindannyian előnyt akarunk adni a másiknak, és azonnal elkezdjük ezen a ponton érezni a Teremtőt. És minél jobban növeljük, minél jobban kitárjuk ezt az adakozási területet, ezt az adakozást, adakozási minőséget, azoknak, akik itt a kamerát kezelik, a városon kívülre is, akik a monitorok mögött ülnek, Európában, az egész világon, akik tanulják a kabalát, és nagyon sok Olaszországban, Spanyolországban, Angliában, Argentínában most már tudjuk. Tehát minél többen kiterjesztjük ezt a mezőt, a kapcsolatnak a mezejét, és ezt a kapcsolati hálót, amely a korrigált kapcsolatot adja meg, akkor újabb és újabb szinteken fogjuk felfedezni a közös lelkünket és a Teremtőt. Tehát a kérdés valójában így szól, hogy mit tudunk adni? Mi az a szeretet? Mit tudok adni? Megölellek? Tehát mit jelent ez? Mit adok neked? Hát pontosan ez az, ami a legfontosabb pontja a kabala tanulásának. Ez nem egyszerű, de mindig emlékeznünk kell arra, amit Rav Lightman is emlékeztet bennünket állandóan, hogy gyakorlatilag egy nagyon egyszerű dolog ez. Ellentétes az alapvető természetünkkel, de egyszerű a dolog. Tehát két erő van. Két lényege van a teremtésnek, adakozási vágy, megszerzési vágy, a fény és az edény. Ennyi az egész rendszernek a lényege, és amikor összezavarodtok, akkor mindig térjetek vissza ez a ponthoz. Mit tudok adni, ha én teljes egészen megszerző vagyok? Van nekem bármi, amit tudnék adakozni? Hát mit tudok én adakozni? Én tudok bőséget adakozni? Hogyan tudok én bőséget adakozni? Hogyha én minden, amit meg akarok, mindig meg akarok szerezni, akkor a megszerzési vágyamon belül én 100%-ig megszerző vagyok. Hát természetesen. Mit tudok én adni? Mit tudok én adni? Hiszen ha nem vagyok formegyezésben, akkor valóban nem tudok adni semmit. Tehát akkor kinek adhatok? És mit adhatok? Belül. És ez a lényeg. Belül azonban ott van a szívben lévő pontom. És hogyha megvan a képességünk a formaegyezésre, ezen a ponton keresztül, az a tény, hogy a teremtés gondolatában minden el van rendezve. Tehát van egy különleges vágyunk, egy különleges pontunk, egy isteni részünk bennünk, ami a részünk, a része a lelkünknek, az egész egyetemes léleknek, amiben valóban élünk, csak nem érezzük, hogyha én megragadom ezt a darab töredéket, ami az egómon kívül van, és én elkezdem fejleszteni. Elkezdem fejleszteni, tudatossá válok benne. Megöntözöm. Hogyan? A kabala bölcsessége segítségével, és a barátaimmal, a kabalát tanuló hatalmas csoport erejével, akkor elkezdhetek egy másik világ felé törekedni, és akkor mint egy új szemeget tettem volna föl, és ez megtörténik. Mert azonnal elkezdem felfedezni, hogy adakozni tudok. Nem is az, hogy én adakozok, hanem az én megszerzési vágyam, ami tiszta megszerzésre irányul, most hirtelen megfordítom, és adakozásra kezdem el felhasználni. Tehát ez héberül, ugye egy betű változik meg a raconba, tehát a vágy szóban, tehát abban a pillanatban itt most Mose lerajzolta ezt, tehát hirtelen a többé nem akad meg bennem a bőség, hanem rajtam keresztül elkezd ömleni az isteni erő, és átadhatom másoknak. Egy csővezetékké válok, egy átvezető erővé. Mint egy anya, aki szereti a gyerekét, aki a teljes bőségét odaadna a gyerekének. Természetesen ő érzi a gyerekét. Sőt, ő kétszer annyit kap a Teremtőtől, mert ő megszerez, örömöt szerez azért, hogy a gyereknek odaadja. Tehát mindenki tud csővezetékké válni, mindenki tud anyává válni ilyen értelemben, mindenki át tudja adni a szeretetet, és ezt a hatalmas bőséget, amit a szív ad, és 7 milliárdszorosát kapja meg mindenki. És ezért mondjuk azt, hogy 620-szoros erőt kapja meg az az ember, aki a szeretetet tudja osztani. Erre lettünk megteremtve, és ezért lett két erő körülöttünk megteremtve. Az adakozás és a megszerzés. És mi mondja Mose? Mi, akinek van szívvel lévő pontja? Ugye? Ez az, amiből ki tudok lépni magamból. Tehát ez az, ami belőlem ki tud jönni, kívülre ki tud áradni.
Tehát mi össze tudunk kapcsolódni ezen keresztül mindenkivel. Mit jelent az, hogy kapcsolódni? Mit jelent az, hogy én egyre jobban kapcsolódok az emberekkel? Ez azt jelenti, hogy elkezdelek téged érezni. Mit jelent ez? Az, hogy én elkezdek érezni azt, hogy neked mi hiányzik. Hogy mi a te vágyad? Én megszerző vagyok, csak a vágyakat tudom érzékelni, de nem a saját szívemet érzékelem, hanem a tiedet. Tehát egy hatalmas kutatás jelenik meg bennem, az élet értelmére vonatkozólag, és ami igazából hiányzik, az semmi más, mint a teremtő felfedezése. Ez az igazi hiány. És amikor elkezdem érezni a saját szívben lévő pontomba, hogy neked is hiányzik a teremtő, akkor elkezdhetem kitölteni a te teremtőre irányuló vágyadat. Mint egy anya, hogy kitölti a csecsemőjét, a gyerekét. És ilyen módon az anyagnak megvan az a képessége, hogy ezt befogadja ezt a fényt, amit másoktól kap, és így kapja a csecsemő is az anyától a fényt, és ilyen módon tudja az anya kitölteni a csecsemőjét. És ilyen módon az anya összekapcsolódik a gyerek vágyaival. És érzi, hogy mi hiányzik neki, érzi abban a pillanatban, mintha a saját vágya lenne, a saját fájdalma lenne, és a gyereknek az öröme a saját öröme lenne. És mit gondoltok? Pál, mit gondolsz te? Hogy van a gyereknek hiánya, vagy nincs? Hát nyilvánvalóan, hogyha szerető emberek veszik körül, akkor nem lesz belőle hiány. Persze. De hát én itt vagyok, és én azt mondom, hogy ne akarj még többet, vágyjál még többre. Azért, mert hogyha az ő öröme növekszik, tehát én növelem az ő hiányát azzal, hogy szeretem. És onnantól kezdve megtanuljuk, hogyan tudjuk egymás hiányát kitölteni. Na de a hiány nélkül nem tudunk összekapcsolni. Ez igaz. Ez a két erőnek a lényege. De ez az egész terület, az a játék terület, amiről itt szó van, hogy ki tudjuk egymást tölteni, örömmel tudjuk kitölteni, ez egyetlen célt szolgál, mert ezen a dolgon belül, ezen a rendszeren belül mi fel akarjuk fedezni a központját ennek a rendszernek, nem is tudom, hogy mondjam, ide egy szimbólumot fog rajzolni, a végtelen szimbólumát, és ezt Borénak fogjuk hívni, héberül teremtőnek. Igen, és akkor itt ezen belül, ezen a sárgán belül, ez itt már korrigálva van, ezen a kicsiny részen belül, a nagy világlélek kicsiny részén belül már korrigálva van egy rész. Hogyan tudjuk ezt megtenni? Egyszerűen, hogy a szívben lévő pontunkkal dolgozunk, csak azzal kapcsolódunk, az adakozási pontunkkal, és a viszonyunk az, amit egymás irányába fordítunk, az fölé emelünk minden természetes kapcsolaton, amit a megszerzési vágyak irányítottak eddig, hogy kihasználjuk egymást, fölé emelkedünk, hogy tudjuk ezt megtenni. Ez a legfenségesebb dolog, amit el lehet képzelni. Tehát nem arról van szó, hogy én még egy iPhone-t akarok. Tehát fenn akarjuk tartani a másik ember örömét. Azért, mert meg akarjuk tisztítani a hiányt. Fel akarjuk fedezni a teremtőt, az adakozást. Ezért én összekapcsolódok vele, és azt akarom, hogy téged töltsön ki először a teremtő. És azon keresztül én, rajtam keresztül töltsön ki téged. És akkor mi történik? Te pedig azt kívánod, hogy engem töltsön ki. Ez összes diák, aki tanulja a kabalát, ez egy óriási hiány, amit összekapcsolt egész Európa. 9000 ember összekapcsolódik minden országban. A legkülönbözőbb lelkek, hatalmas elválasztott vágyak kapcsolódnak hirtelen össze, kultúrák fölött. Most a szívünket összekapcsoljuk, betesszük középre, és akkor a diákoknak a szívét, a tanulók szívét összekapcsoljuk, ami különbözik mindentől. Nem érdekes, hogy milyen kultúrában jöttünk, milyen nyelven beszélünk, hiszen a szívpontoknak a kultúrája az a szeretetnek a kultúrája. És ez a nyelvezet, amit ez a pont beszél, az a szeretetnek a nyelve. És akkor egy nagyon különleges dolgot kezdünk el felfedezni ezen a módon, mert a szívben levő pontommal való kapcsolatban egy olyan dolog jelenik meg, ami még soha nem manifesztálódott. Mert ezen keresztül mindenkit érezhetek, mindent, lehet, hogy az egyik ruhát akar, a másik, mit tudom én, ezt akarja, azt akarja, a harmadik búvárkodni akar, a negyedik meg polgármester akar lenni. Ez most lényegtelen. Hirtelen van egy vágyunk, ami egyetlen dologra irányul, a kapcsolatra. És abban a pillanatban, amikor ez megtörténik, akkor ez minden mástól letisztul, elhúzódik a függöny előlünk, az olyan, mintha elhúznák az árnyékot előlünk, hirtelen oldalra megy a függöny, és hirtelen meglátjuk a hatalmas fény. Honnan jön ez a fény?
Onnan, hogy igazából semmi másra nem vágyunk, mint a kapcsolatra. És a Teremtő ezt tanítja nekünk. A kabbala bölcsessége, az a kapcsolatnak a bölcsessége. Az, hogy hogyan tudjuk ezt a kapcsolatot kiépíteni. És minél jobban, ezt, minél erőtesebb kapcsolatot építünk ki 125 szinten keresztül, és képesek vagyunk fölemelkedni ugyanazon a szinten, ahol leereszkedtünk ebbe a világba, képesek vagyunk visszaemelkedni a felső világba, akkor meg fogjuk látni, hogy milyen jelenségek jelenek meg. Mindenek először egy hatalmas öröm megjelenik a vágyban, az egyik kitölti a másikat, 7 milliárd ember vágya, ki tudná tölteni 7 milliárdot. Hát Rav Kook, aki egy hatalmas kabbalista volt, ő azt mondta, hogy hogyha mindenkit, az egész emberiséget egyetlen testbe tudnánk tenni, és meg tudnám ölelni, ez a legnagyobb vágyam a világon. Ezt írta Rav Kook. Mert akkor képes lenne mindenkit magához ölelni. Miért? Mert tudta nagyon jól, hogy ez a hatalmas vágyban óriási erő jelenne meg. És egy óriási dolog jelenne meg, mert ez a kitöltés önmagában, amit a kapcsolat kitöltés jelent. Tehát akkor már nincs többé vágy, nincs többé hiány. Ezek csak eszközök, ahogy ezt mi mondtuk az elején, és hova akarunk eljutni a végén? Ne felejtsük el soha, hogy a kapcsolat csak egy eszköz. Tehát nem azért kell összekapcsolódnunk, hogy egymásnak szép dolgokat mondjuk, nem. Azért kell összekapcsolódnunk, mert a legfontosabb dologra, a legfenségesebb dologra törekszünk, mert ha mi összekapcsolódunk egymás között, annak érdekében, hogy formaegyezést érjünk el a Teremtővel. Ez az, amit mi akarunk, ez a fenséges, legfelsőbb cél, ez az, amiért van az, hogy megértsük a törvényeket, a gyökereket, a formaegyezést, minden dolog, ami történik az életünkben, az csak egyetlen dolog miatt történik, hogy mi megtaláljuk a kapcsolatot a Teremtővel. Azaz a kapcsolat egymás között mondja, amit, ahogy azt a példákban elmondtuk, a rádió kapcsolat esetében, hogy a rádió vevőkészülék kihangolódik egy frekvenciára, és akkor halljuk a zenét, és az a zene, amit itt hallani fogunk a szívünkben lévő rádióvevőkészüléken keresztül, az a Teremtő hangja lesz. Annak érdekében, hogy ezt elérjük, kell a módszer. És kell egy módszer, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. És akkor most egy másik nézőpontból nézzük ezt, megmondja Mose, hogy általában a teljes teremtés egy olyan módon van elrendezve, hogy hogyan lehet megszervezni a minőségre a magasabb rendű kapcsolatot, mert hiszen gondoljunk bele, hogy az anyag is így épül fel, hogy a kvarkok atomok állnak össze, az atomok molekulák, a molekulák sejtekké, a sejtek pedig megalkotják az ásványi növényi állati szinteket, és ami a testeket nézzük, én ránézek tálra, nem csak egy hatalmas sejthalmaz, hanem egy különlegesen megszervezett sejthalmaz, mert abban a pillanatban, amikor ezek a sejtek egyesülnek, összekapcsolódnak, egy bizonyos formát fölvesznek, akkor a felső rendszer megmondja az összes sejtnek a tál testében, hogy miért léteznek, értelmet ad ezeknek a sejteknek, az együttes létezésének, és akkor már nem csak a sejtek tömegévé válik, hanem ő tál lesz. Ezért, ha mindannyian összekapcsolódunk, úgy, hogy egy test sejtjei, ilyen módon mi megteremtjük egy újfajta tudatosságot, amelyen belül felfedezhetjük a borét, a Teremtőt magát, és akkor vissza tudunk térni a saját forrásunkhoz, és ilyen módon elérjük a végtelen örömet. Ez egyik nem mond ellent a másiknak. Egyszerűen végtelen örömet tudunk érezni. Mindannyian ki tudjuk tölteni mindenkinek a hiányát. És ezt egyre jobban tudjuk növelni. Miért? Azért, mert mindig újabb lehetőséget kapunk az adakozásra, mindig megkapjuk az újabb lehetőséget, hogy szeressük egymást. És egy nagyobb lehetőséget ad nekünk ez arra, hogy összekapcsoljunk a felső erővel. És a végén, mondja Mose, ezek csak szavak, de mégis a végén én megígérem nektek, hogy majd erre létrehozunk egy különleges kongresszust, amikor elkezdjük ezt a dolgot érezni. Tehát eljöttök hozzánk egy kongresszusra, ahol megérzitek, hogy ez hogyan működik, és akkor azt fogjátok mondani, hogy Úristen, itt összekapcsoltunk, ez a fény, ez az, amiről beszéltünk most a tanfolyamon. És meg fogjátok látni, hogy abban a pillanatban, amikor összekapcsolódtok, ezek a szavak, amiket most csak szavak, ezek hirtelen az igazságá válnak magává. Tehát Franciaországban kérdezi valaki a következőt. Sajnos a neveket elég rosszul értem. Minél jobban érzem az én vágyamat, hogy a spirituális, akkor egyre jobban kapcsolódok minden teremtményhez. Azonban azt mégis egyre jobban izolálva is érzem magam. Tehát nem csak azt érzem, hogy egyre jobban kapcsolódok, hanem egyre jobban el is szigetelődök. Tehát akkor ez magamba tartsam, hogy mit tegyek.
Akkor nekünk ezt akarjuk magyarázni, beszéljünk erről valamennyit, az ellentétességről, hogy mi jelenik itt meg. Egy kicsit bele kell ebbe lépnünk, mert a következő részen, a következő leckéken ezen sokat fogunk beszélni, a két vonalról, de itt tudnunk kell, hogy a kabbalisták ezt nagyon pontosan leírták, hogy ezt a jelenséget, tehát az ember önmagában felfedez, ahogy felfedezi önmagában, hogy ő egy szociális teremtmény, de ez nincs a vénájában, ez... Tehát, ha megnézitek, ezt a madaraknak meg a halaknak a rajában is lehet látni, hogy a madarak rajokban repülnek, a halak is rajokban úsznak, tehát nagyon komplikált struktúrákat hoznak létre, annak megfelelően milyen vágyuk van erre. De mi a szociális vágyra érzünk, a szociális életre érzünk egy ilyen vágyat, és Bala Szolám ír erről a Béke című cikkében, hogy lehetetlen a kabala bölcsességét alkalmazni anélkül, hogy el ne érjük a teremtő feltárulását, anélkül, hogy ne kapcsolódjunk össze más emberekkel. Hogyha mi például elmegyünk egy hegy tetejére, és az egész életünket ott töltjük a hegy tetején, és egy száraz kenyeret eszünk, és úgy érzünk, mint Robinson Crusoe a dzsungelben, elérjük a spiritualitást. Tehát talán érezhetem azt, hogy nagyon mély érzelmeket életek meg, hogy a természettel egységben vagyok, ezt megérhetem. Azonban itt fölbukkan egy kérdés. Ez az a spiritualitás, amit mi nekünk el kell érni, a természettel való egységet? Vagy az igazi spiritualitás az minden elutasítás fölött van, ami feltárul bennünk, a minden nehézség felett van, ami ebben az életünkben ér bennünket, amiben élünk. A kabbalisták nagyon gyakorlatilag emberek voltak, minden kabbalista, és ők tudták, hogy hogyan lehet az emberre felfedeztetni a spiritualitást, és hogyan lehet a Földön élni, és ugyanakkor spiritualitást elérni. És ez nagyon fontos, ez a kettőség, ez a legfontosabb pont, ami között egyensúlyt kell találni, ezt hívjuk középső vonalnak, az életben, hogy itt is élhessünk, meg ott is élhessünk, a két világban, ebben a testben, ebben a karakterben, ebben a személyiségben, ebben a vágyban, és minden, amink van, ugyanakkor viszont elkezdjünk kifejleszteni a lelket, a kapcsolatot másokkal, amelyen keresztül felfedezhetem a teremtőt. És akkor rá fogunk jönni, hogy már nincs is mi, hiába kapcsoltunk össze az énből a mibe, hanem hirtelen egyet fedezünk fel a teremtőt, 100%-osan. Ezért a szeretet, a többiekkel való kapcsolat, az emberek közötti együttműködés, ahogy az Bala Szolám leírja, ez nem lehet elrontani, távol tart minket minden igazi hibától. Tehát nem kell azt érezni, hogy Úristen, ezzel nem kellett volna összekapcsolódni, mert idegen kultúra. De ha én ezt megteszem, a kabala bölcselete pont arra tanít engem, hogy ezt a belső hozzáállásommal kell megtennem. Nem szabad azt mondani, hogy itt nem teszem meg, mert te messze van tőlem. Erről majd beszélünk egyébként, hogy azért megjelenek bennem ellenerők, hogy ezt ne tegyem meg. De ha megteszem, akkor látom, hogy ez a testvérem. Hát hogyan lehetséges ez, hogy ezt érzem? És hogy lehetett az, hogy ez eddig ennyire messze volt tőlem? Mert ez a feltárulás, ez egy új szintre emel engem, ez egy hálát emel bennem, a szentségét, a természetnek a szentségét kezdem el látni egy magasabb szinten, és annak adok hálát, hogy ez így van képítve. Tehát akkor nézzük meg, itt ebben élik egyébként a különbség a kabala és más rendszerek között. Ugye mi mindig két erőről beszélünk, adakozás és megszerzésről. A kabala bölcsessége is erről beszél, általában a módszerek is erről beszélnek. És nyilvánvalóan a kabala azt mondja, hogy ahogy a korábbi leckéken felolvasott szemelvényekben benne volt, hogy a teremtő ki akar bennünket tölteni végtelen bőséggel, a teremtőnek ez egy vágya van, ehhez viszont nekünk egy hatalmas hiány kell, egy végtelen. Ez amit mondott. Honnan tudok én ekkora hiányt szerezni? Honnan tudok ekkora vágyat szerezni? Bebújok egy barlangba egyedül, akkor ott ülök az egómmal, ott is maradok, és nekem csak akkora vágyam lesz, amekkora. De nem ez a teremtésnek a célja. A teremtésnek a célja az, hogy én mindenek előtt töltsem ki a saját vágyamat, ez az én vágyam,
Ez meg akar kapni mindent, minden embertől mindent, ugye? Tehát először azokat használom, akik közel vannak hozzám, ravaszul, néha nagyon-nagyon ravaszul, és ez a jelenlegi szinten van, mondjuk a szeretet köteléke alapján oda kapcsolódok, és ha jól csinálom a szeretet, az igazi szeretet jelenik meg, akkor hirtelen egy nagyobb vágyat kapok, igaz, hogy ez még egoistább lesz, mert a többiektől is megkapom. Tehát az egóm is megnő, és a szeretet is megnő. Ez a két vonalnak a növekedése bennem. És akkor rá tudok tenni erre a vágyra is egy szűrőt, ezt majd megtanuljuk később, hogy ez micsoda, és aztán egy még nagyobb edényt fogok növelni, ebben még egoistább leszek. Ez egy óriási vágy, ez akkor már megjelenik a spirituális ego, amiről egyébként az emberiségnek fogalma nincs egyelőre, és akkor egy bizonyos mértékben egy akkora edény nő már ki, amiben el tudom érni a teremtőt teljes mértékében. Tehát, akkor le fogok válni a két erőről, már nem leszek se megszerző, se adakozó. Ugye, az elején csak magamat éreztem, de akkor már az összes többi ember vágyát érzem. És a kapcsolat, amit elérek másokkal, az létrehoz egy középső vonalat, erről még sokat fogunk beszélni. Tehát egy dologot kell tudni most csak, hogy a kabala bölcsessége egy olyan bölcsesség, ami minden elementet, minden részt használ, különböző erőkkel operál, tehát a növekvő vágyak felett megjelenő megszerzés is a jó viszonnyal korrigálja, nyilván ez a szívben lévő pontom lárad ki, és akkor nyilván ez a szent, erre választ fogok kapni a felső szentségtől, és akkor hirtelen megjelenik valami olyan, amelyik függetlené vált a teremtőtől, és ez a független rész tud összekapcsolódni majd újra a teremtőtől. Van valamilyen kérdés, amit még meg szeretnénk beszélni? Én ezt fontos dolgot szeretnék mondani, mondja amit. Ez egy nagyon fontos pont engem a kabala bölcseletében, mivel a kabala bölcselete az mindennel dolgozik, ami a megszerzési vágyban meg lett teremtve. Bászolom sokat beszélt erről. Az egyediségnek a mértékéről a Béke című cikkben, amit az előbb ezt idéztem. Tehát semmi nem véletlenül jött létre. Nincs olyan, hogy rossz a világban. Hibás. Tehát nekünk semmit nem kell mesterségesen változtatni, mert a kabala bölcsessége az természetes módon adja meg nekünk a változást az emberben. Az emberen belül zajlik ez le, az ember viszonyaiban, az ember hozzáállásában. Tehát ha én meditálok, ez remek. Hogyha én vegetáriánus vagyok, remek. Ha én szeretem a nőket, férfiakat, lényegtelen. Minden elfogadható. Nincs olyan irányultság, amely lerombolná az én valódi utamat. Ebben a világban, mert ez így lett megteremtve. Tehát annak érdekében, hogy elérjem a spiritualitást, ehhez nem ez kell. A spiritualitás az felette van ennek a világnak. Erről még sokat fogunk tanulni. A következő leckén. A spiritualitás az fölött áll a mi világunknak, fölötte van az érzékeinknek, különböző anyaga van, különböző világokat épít, különböző helyez. Ezért minden, amivel kapcsolatban van a mi világunkkal, az egyfajta jelenség a spiritualitásnak, ez egy eredmény, ez nem a gyökér. Itt nem kell korrigálni ilyen értelemben semmit, nekem azt kell megéreznem és megtanulnom, hogyan érem el a gyökeret. A kabala bölcsessége általában jutok el a gyökérhez, és akkor majd látni fogjuk, hogy ez mindegy következménye valaminek, lehet, hogy másképp kell viselkedni, és gyakorlatilag a gyökér az, ami a lényeg, a gyökér csinál mindent, azon túlmenően minden teljesen rendben van, az ember mindennel foglalkozhat, mert pontosan ezt kell tennie annak érdekében, hogy a saját természetének megfeleljen, és a teremtő ezt így jelölte ki. Én azt javaslom, mondja a Mose, mi eddig beszéltük a kapcsolatról, a hiányról, a kitöltésről, az örömről, a szeretetről, akkor most foglaljuk egy kicsit össze. Nézzük meg egy klippet Rav Lightmannal, ami elmagyaráz nekünk röviden, egy nagyon egyszerűen, egy természetes módon azt, hogy miről van szó. Tudják, hogy ki Rav Lightmann? Akkor beszéljünk egy pár szót erről. Dr. Michael Lightman, ő ennek a mindannyiunknak a tanára.
Nem tudjuk a szívelőpontok számát, akik hozzákapcsolódnak, és akik rajta keresztül fedezték föl a kabalát, de több millióan vagyunk. Rajta keresztül szétáradt a kabala az egész világban, tőle szívjuk a bölcsességet, ő Rabasnak volt a tanítványa, aki gyakorlatilag Bála Szulámnak a fia volt, és ez a három hatalmas kabalista, közül kettő már nincs velünk, Rav Lightman pedig itt van, és adja neked Isten hosszú életet, ezt az ősi bölcsességet, a több ezer éves bölcsességet ő adja át nekünk, és egy elérhető módon adja át ezt nekünk. Ő most már 35 éve tanít minden reggel, minden nap, éjjel egy órakor kezdi a napját, és hajnali háromkor kezdődnek a napi kabala leckék, és az egész világon emberek ezrei kapcsolódnak ehhez a leckéhez. Tehát majd beszélünk még a reggeli leckéről, és ilyen módon majd meglátjuk, hogy miről van itt szó. Tehát azon a tényen túlmenően, hogy az előző, ez egy rossz klip, mondják, nem ezt kellett volna bejátszani. Tehát van egy másik klipünk, rosszat indítottak el, bocsánat. Tehát most a vezérlőtermek szólnak, hogy a szeretetről beszéljünk. Tehát a hiányról nem volt elég vágyunk arra, mondja most, hogy a jó klipet tegyék be a stúdióba. Látjátok, így működik a vágy. Tehát a szkeptikus emberek, akik nem akarnak teljesen hinni ezekben a dolgokban, amikor mi különböző történeteket hallunk ezekről, mégis amikor felfedezik ezek az emberek a kabala bölcsességét, például Olaszországban én ott voltam a kabala terjedésének az elején, akkor hallottam azt a leckét, ahol Rav Lightman elmesélte a vágyadnak a működését, és egy csomó ember volt, hogy hirtelen az embereket ledermesztette a felismerés. Mi van? Mit mond ez az ember? Újra és újra visszatértek az emberek, újra és újra megnézték, és óriási izgalom volt. És akkor már mindenki tudta, hogy itt van a helye. Én ugyanezt éreztem, amikor én csatlakoztam, hogy érezni lehet, az emberek érzik, hogy ez az én családom, akinek a szívvel lévő pontja van. És nyilvánvalóan mi naponta kapcsolódunk ehhez a hatalmas kabalistához, és nézzük meg, hogy ez a kapcsolat mennyire jó mindenkinek, aki részt vesz ebben. És hogy mennyire maga az adakozás, és a szeretet, és egy teljesen más szintről érkezik az a tudás, amit tőle származik. Itt nem mondja ő azt senkinek, hogy ő szent. Azonban nekünk megvan a lehetőségünk ebben az életben, hogy egy kabalistától tanuljunk, egy kabalistával találkozzunk, hogy kongresszuson is találkozunk vele, és hogy elkezdjük érezni a kapcsolatot egy olyan emberrel, aki már keresztül ment egy transformáción, és ő már érzi ezt a valóságot, amiről beszélünk. Tehát nekünk van a weboldalunkon egy csomó program, az új életprogram, ahol pontosan erről beszélgetünk vele, ahol különböző nézőpontokból nézzük a kabala nézőpontjából a kapcsolatot, és a különböző aspektusából vizsgáljuk az életet. És amit mondtad, hogy minden nap 3 óra van a reggeli leckére, amit sugárzunk, ez egyébként magyarul elérhető, tehát 3-6-ig minden áldott nap izrael idő szerint sugározzák a leckét, és mindenkinek van egy óriási lehetősége, hogy úgy, ahogy a kabalisták tanultak több ezer éven keresztül, egy hatalmas kabalistától tanuljunk, aki egy óriási kabalista, azt, hogy hogyan lehet mindenki felé adakozni. Tehát... Tehát akkor tál. Lehet, hogy lesz egy leckénk, amit Raff fog tartani. Tehát a kérdések. A kapcsolatról vannak kérdések. Bulgáriából kérdezi valaki. Miért csak egy bizonyos emberek irányában érzünk szeretetet, és más emberek irányában meg nem? Ez egy példa, amiről Rabas, dr. Rav Lightmannak a tanítója beszélt. Ő azt mondta, hogy van egy anya, aki szereti a saját gyerekét,
és van a szomszédban egy anya, aki sejt a saját gyerekét. És természetesen mind a kettő mindenki a saját gyerekére tekint, akkor mindenki imádja. Tehát akkor meg lehet vizsgálni, hogy amikor valaki a szomszédnak a gyerekét is képes úgy szeretni, mint a saját gyerekét, na ez az igazi szeretet, ezt mondta Rabas. És akkor derül ki, hogy a szeretet mekkora. Tehát nyilvánvalóan nekem vannak barátaim, akinek vannak csodálatos képességei, minőségei, akiket könnyű közel kerülni, és vannak mások, akik úgy tűnnek fel a szemembe, hogy én nem is tudom, hogy ők nem támogatnak engem annyira, nem állnak hozzám annyira közel, de mégis ez egy programnak felel meg, amit a teremtés ilyen módon hozott létre, és nekem mindenkivel kapcsolatba kell tudnom lépni, és miután egyre közelebb kerülök a közös lélekhez, a bennem lévő szívponton keresztül, összekötetésbe kerülök minden emberrel, sőt, még erősebb kapcsolatba kerülök azok az emberek, akikkel egyébként nagyon nehéz volt összekapcsolni, akkor a felső rendszerrel való összekapcsolódást ilyen módon könnyebben tudom elérni. Tehát aki nagyon szomjas erre a kapcsolatra, ez egy olaszországi srác, Christian, tehát hogyan kell ezt a szociális folyamatot megkezdeni? Hogyan tudjuk mi? Tehát hogyan kell elkezdenünk? Tehát angolul egyes szám első szemében írták. Tehát a kapcsolat, az egymás közötti kapcsolatra irányul. Tehát oké, mindenek előtt a válasz, hogy rövid választ akarok adni. Tehát annyi kérdés fogom megválaszolni, amennyi marad. Tehát amit csak tudunk, az a hátrévő időben. Tehát van egy szociális rendszer, amit nekünk kell építeni, és ez a harmadik lecke, nyilvánvalóan, ahol most vagyunk. Tehát mi arról is tanulunk, hogy ez a rendszer eszközöttünk működik, és mi magunk is ezt a rendszert egymás között is kiépítjük, lemásoljuk a felső rendszert, és ilyen módon lassan, azok, akik hozzánk kapcsolódnak, akik néznek bennünket, azok mindannyian együtt kiépítjük azt a szociális rendszert, ami majd megfelelnek. Hogy hogyan tudjuk ezt a lecke során is fenntartani, ez egy nagyon jó kérdés, nagyon fontos kérdés, mert nekünk nyilvánvalóan ezt egyszerre kell tennünk ebben a világban, össze vagyunk kapcsolódva, itt ez könnyebb, de a teremtő ezt megadta ezt a lehetőséget. Oké, például a Facebookon mondja Mose, tehát itt van a Facebook cím, minden nyelven van egy Facebook csoportunk, Magyarországon is van egy, ami az EUEC magyarországi tanulócsoportja, és ez egy lehetőséget ad nekünk arra, hogy mindenki oda kapcsolódjon, és valójában ilyen módon össze tudunk kapcsolódni egymással, és így ki tudunk alakítani egy új európai valóságot. Nyilvánvalóan normális esetben elválaszt bennünket egymástól, sok minden, többek között a nyelv, és ugye mindenki szeretettel kell kapcsolódjon a barátokhoz, de akkor mi ajánlunk egy másik Facebook oldalt is, tehát mindenki a saját nyelvi oldalán van, de hozzá akarunk adni egy új oldalt majd, egy olyan Facebookot, ami minden tanulót Európából majd egyesíthet, és akkor majd küldünk mindenkinek egy e-mailt, ehhez is kapcsolódhattok, érezhetitek a 8000 embernek a kapcsolatát. Tehát mi mindenkit meghívunk a Facebookon, erre a közös Facebook csoportra, és nyilvánvalóan mindannyian ugyanabban a rendszerben leszünk befoglaltatva, hogy jobban megismerjük egymást, és akkor meg fogjuk látni, ami tapasztalatunk alapján, amit már sok éves tapasztalat, hogy ezen a Facebook rendszeren belül egy különböző kapcsolatrendszert fogunk kialakítani egymással, ez angol nyelvű egyébként. Tehát azokat, akik ezt a nyelvet is beszélik, ide is kapcsolódhatnak a magyar nyelven túlmenően. Ide kérdéseket lehet föltenni, és itt egyszerűen természetesen a nyelvi Facebook csoportokat folytatjuk, senkinek nem kell elhagyni a saját nyelvi csoportját, és elmondom gyorsan a magyar, facebook.com/group/EUEC magyar tanulócsoport. Ez a mi Facebook csoportunk, a magyar nyelvi csoport, tehát www.facebook.com/group/EUEC magyar tanulócsoport.
Tehát egy kérdés hangzott el, nagyon inspirált vagyok tőle, nem is tudom, hogy válaszoljak erre. Tehát mi nem vagyunk még abban a fokon, ahol meg tudjuk mérni, hogy jól kezeljük a többieket azon a módon, ahogy kell. De előttünk áll ez még. A Kabbala bölcsesség erről beszél, tehát arról fogunk tanulni, hogy hogyan tudjuk helyes módon mérni a kapcsolatnak a megfelelőségét köztünk. Ezeket szefiráknak nevezzük, párcufoknak. Mi majd a második szemeszteren tanulunk ezekről, amikor nagyon belső megkülönböztetéseket, érzéki különbözeteket tanulunk majd. Fizikai kongresszus szervezünk, amikor találkozunk, ahol még jobban összekapcsolódunk, az, amit a Facebookon elértünk, azt meg fogjuk elérni gyakorlatban. Gyakorlatokat fogunk végezni arra, hogy érezzük, hogy hogyan lehet összekapcsolódni a többiekkel, hogy érezhessük azt, hogy a változások hogyan fognak megjelenni köztünk, és azok között, az emberek között, akik összekapcsolódnak velem. Tehát én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik ezen az úton vannak velem, az én országomban, az Európában, a kabbalisták, mindenki, aki kabbalát tanul, tehát abban a mértékben arra törekszenek, hogy képesek legyünk olyan kapcsolatot építeni, ami a napi életetekben megjeleníti majd a kabbalát. Krisztián, mi Hamburg. Aimani... Egy másik Krisztián Hamburgból kérdezi. Tehát össze kell kapcsolnom másokkal, vagy fel kell fedeznem, vagy önmagammal is felfedeztem a teremtőt. Nézd, Krisztián, erre válaszoltunk egyébként. Nem tudom, hogy milyen, lehet, hogy a lecke erre én nem voltál itt, ami lehetséges, mert voltak technikai problémák. Tehát mi beszéltünk a Facebook csoportról, van a német Facebook csoport, de van az, tehát nyilvánvalóan vagy arról a Facebook csoport, amit majd nyitunk Európának. Tehát, hogyha valaki aktívan részt vesz ebben a Facebook csoportban, vagy passzív módon csak tanulgat a Facebook csoporton, nem akarja megismerni azt a több száz embert, aki ugyanúgy tanul, mint ő, és a tanulás során, aki mégis tanulja a kabbalát, el fog oda jutni, hogy vágyni fog arra, hogy a hasonló szörű embereket, akiknek ugyanaz a vágyuk van, mégis megismerje. Mert nyilván van egy gyönyörű, szép kabbalista weboldal, ahol le lehet tölteni a legfontosabb cikkeket, a könyvet a kabbala kezdőknek, mindenféle nyelveken ingyen el lehet érni könyveket. Tehát ez csak azért van, hogy elkezdjünk kontrollálni a saját vágyaidat. És aztán lemegy néhány lecke, és akkor meg fogjuk nézni, hogy te mit gondolsz arról, hogy kell-e kapcsolódni az emberekkel, vagy nem. Egy másik kérdés a szeretetről, ez az utolsó kérdés. Hát kicsit szégyellem magam, mert rengeteg kérdés van, hát ezt muszáj pedig lekapcsolódnunk előbb-utóbb, mondja Mose. Tehát az értelem kontrollálja a szeretetet, vagy a szív? De ez a szív, meg ez az értelem. Tehát a kabbala bölcsessége mondja, amit az nem erről a világról beszél egyáltalán. Nem foglalkozunk ezzel a testtel egyáltalán. Kérdezzétek meg a tudósokat, a kutatókat, orvosokat, fiziológusokat, ők elmondják neked, és mindig ugyanazt fogja válaszolni, hogy mi egy nagyon bonyolult, nagyon különleges gépezet vagyunk, amely proteinek mátrixával dolgozunk, elektrolitok, folyadékok, ennyi. Azonban, hol van a lélek, hol van a vágy, hol érezhetjük a szeretetet, a kapcsolatban, melyik részletünkben található ez meg, melyik testrészünkben. Ezek olyan kérdések, amelyeket kutatják már több ezer év óta, de senki nem fedezett föl választ erre. Tehát nekünk egész leckénk lesz ennek szentelve. Az érzékelés, gyakorlatilag az öt érzékszerv, az miben van bezárva, és a jelenség, a spiritus világból érkezik, amely majd a magas emlendő érzékszerveket fogja felébreszteni. És akkor megérezhetjük ezek az érzékszervek az igazi
szeretetet is. Tehát ezt nem a mostani agyammal, és nem azzal a szívvel, amivel ma rendelkezünk, nem azzal az izomcsomóval, ami a vér pumpálja bennem, hanem új dimenziók jelennek, meg új helyek jelennek bennem, és ez az alapon jelenik meg, amit kiépítünk egymás között. Ez egyfajta virtuális szint most a számunkra, de ez összekapcsol bennünket, mindegyikünket, ebben élünk. Ez valami új lesz, ami megszületik, valami teljesen új, ami nem te vagy, vagy én, hanem valami olyan, ami mindegyikünknél több. És ez megtörténik. Akkor egy nagyon utolsó kérdés, hogyha van még egy nagyon utolsó. Nagyon nehéz választani, a rengeteg kérdésben egyet mondjattál. Hogyan tudjuk fejleszteni napközben, a naponta megélt szeretetünket? Mégkor nem is hiszünk benne, hogy el tudjuk érni. Magunktól fölkelteni a kérdés magunknak, hogy van valódi szeretet ebben a világban? Hogyan tudjuk fejleszteni ezt a szeretetet napról napra? Mose, ne zavarodjatok meg! Tehát ne kezdjük el ölelgetni a fákat meg egymást. Nem erről szól ez. Hogy én szeretlek, és ez mi csodálatos. Nem. Minden úgy van jól, hogy most van. Egyszerűen teljesen természetes módon, bármi, amivel most rendelkezünk, bármi, amit érzünk, az teljesen rendben van, teljesen helyén van. Mi egy fejlettebb részre törekszünk, ahol, hogy elérünk egy magasabb szintet önmagamon belül, és ebben az időben, ebben a pontban nincs más dolgotok, mint hogy megvárjuk a következő leckéket. Tehát nem kell szerzetesként ölelgetni mindenkit. Tehát minden rendben van, ami veletek van most. Csak egy dolgot akarjatok az életbe. Olvassátok el a cikkeket, gondolkozzatok el az, amin beszéltünk. Hallgassátok meg a leckéket. Kezdjetek el összegezni azokat a dolgokat, amiről beszéltünk. És a Facebook csoporton kezdjétek el egymással kommunikálni, mert egymás között fogjátok felfedezni is a Teremtőt. Tehát mi ezen a héten keresztül, az általános és a lokális Facebook csoporton keresztül, mert nyilvánvalóan le fogjuk fordítani mindent, a helyi Facebook csoportok majd továbbítják a helyi Facebook csoportok az instruktorai angolul a kérdéseket. Tehát tegyétek fel a kérdéseket, amit fölbúnak benneteket, bármilyen kérdést. Meg fogjuk válaszolni a kérdéseket. De nincs elég időnk itt válaszolni minden kérdésre, tehát több időt fogunk erre keríteni, és lesz kérdések és válaszok megoldása, ahol tudunk majd reagálni a kérdésekre is, ilyen megoldást is kifejlesztünk. Tehát tehát mégis van egy kérdés, hogy hogyan tudjuk a szeretetet akkor napközben fenntartani és fejleszteni. Válaszolám ezt kereste, és válaszolámnak van egy idézete erről, talán a legcsodálatosabb levele válaszolámnak, amit írt amit a tanítványnak ért, hogy minden áldott nap gondolok rátok, és minden áldott nap a szívetek mélyében tartalom benneteket. Tehát minden áldott nap meg kell újítani a szívet és a szeretetet. Viszontlátásra, barátaim, és egy öröm volt veletek lenni, és a viszontlátásra a jövő hét vasárnap. És akkor viszontlátásra én is ezt mondom mindenkinek.